Tisztelt közgyűlés! Köszöntöm a Bács-Kiskun megyei közgyűlés tagjait, az ülés résztvevőit és a vendégeket itt a mai napon Baján. És szeretném elsősorban is megköszönni azt a lehetőséget, hogy Baján tarthatjuk a megye második legnagyobb városába a közgyűlésünket, hiszen ahogy ezt megbeszéltük annak idején a ciklus indításakor, nem csak Kecskeméten lesznek a megyei közgyűlés ülései, hanem a megye többi városait is felkeressük. Most a második legnépesebb városba érkeztünk, és nekem külön az egyik legkedvesebb városba a megyéből. Külön köszöntöm Zsigó Róbert államtitkár urat, országgyűlési képviselőt, és Fercsák Róbertet, Baja város polgármesterét, mint házigazdát. A közgyűlés mai ülését megnyitom, és megállapítom, hogy most már nem csak a jelenléti ív, hanem a kijelző szerint is a megyei közgyűlés határozatképes. Tájékoztatom a közgyűlést arról, hogy Oberna Zoltán képviselő a Jobbik frakcióból az ülést megelőzően írásba jelezte napi rendelőti felszólalási szándékát, melynek Bács-Kiskun megyei önkormányzat állami alulfinanszírozásából származó gazdasági ellehetetlenítése címet adta. Megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel a mai ülésünk fő része a költségvetés, így néhány lesújtó adattal szeretnék rávilágítani önkormányzatunk gazdasági helyzetére. Sok negatív tapasztalatunk van már a kormány intézkedéseiből. Láttunk ellehetetlenített 2000 fő alatti településeket, melyeknek szomszédos településekkel közös önkormányzatot kellett alakítani, iskolák megszüntetését, összevonását. Ezen intézkedésekkel az állam gyakran az egyébként is nehéz helyzetben lévő településeket hozta még nehezebb helyzetbe. Jelenleg a megyei önkormányzatok, így Bács megye önkormányzat kivéreztetésének folyamatát látjuk. Még 2012-ben a költségvetési, működési célú és pénzforgalom nélküli bevétel 9.828.913.000 forint volt, 2013-ban negatív irányú átalakuláson esett át önkormányzatunk. Nagymértékben feladatokat vontak el, és a működési támogatás drasztikus elvonása történt. Így a már említett 2012-es évi közel 10 milliárd forint támogatási bevétel 2013-ra 279.400.000 forintra esett vissza. Ez körülbelül a 3%-a. Ez a nagymértékű elvonás eredményezte azt, hogy bár önkormányzatunk költségvetése megfontolt, maximálisan takarékos, mégis tarthatatlan a költségvetési egyensúly. Így 2014-ben a költségvetési hiány 242.505.000 forint volt, melyet az előző évek pénzmaradványának igénybevételéből pótolt az önkormányzat. A 2015-ös költségvetésben tervezett hiány 93.265.000 forint, melyet szintén az előző évek pénzmaradványából pótol önkormányzatunk. Ez az állapot a tartalékainkat figyelembe véve jó esetben a 2016-os év végéig tartható. Ki kell jelentenünk, Bács-Kiskun megye önkormányzat hamarosan csődközeli helyzetbe és a teljes ellehetetlenülés határára kerülhet. Remélem kormánypárti képviselőtársaim is látják, érzik a gazdasági helyzetünk súlyosságát, és mérlegelik, hogy a kormány mérhetetlen alulfinanszírozása ellehetetlenít, tehát helyzetbe hoz önkormányzatokat, és hogy ezek megyei szintű önkormányzatok, ez a felelőtlen politika csúcsa. Vajon mi a kormány célja? Két folyamatot tudok előrevetíteni. A kormány teljesen kivérezteti, ellehetetleníti a megyei önkormányzatokat, majd a tőlük megszokott, gyors és gyakran átgondolatlan törvénnyel megszünteti ezeket. Feladatkörét, szerepét pedig átveszik a kormány, illetve a járási hivatalok. Második lehetőség, a kivéreztetés után jön a kormány látszatpolitikája, mentőcsomagot ad az önkormányzatoknak, ezután elmondhatják, nagylelkűen segítettek. Nem mentőcsomagot várunk a kormánytól, hanem az önkormányzatunk működéséhez elegendő állami támogatást, mellyel fenntartható a költségvetési egyensúly. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen én is! A napirend előtti felszólalásra néhány szóban reagálva, néhány mondatban.
az egyik a megyei önkormányzatok esetleges megszüntetése. A megyei önkormányzatot az alkotmányba megtaláljuk, mint fogalmat, és mint szereplő önkormányzati részegységet. Tehát alkotmány módosítás nélkül nyilvánvalóan nem szüntethető meg egyetlen megyei önkormányzat sem, és maga a rendszer sem. A csődközeli helyzettel kapcsolatban ezt én teljesen másképp látom. Az előbb említett, képviselő által említett hiány, hogy 242 volt az elmúlt évben, amelyet a tartalékokból kellett pótolni. Most 93 millió forintos összeg a tervezéssel, amit beírtunk a 2015-ös költségvetésbe. Tehát mondhatnám, hogy ez kevesebb, és hozzá kell, hogy tegyem, hogy ebbe természetesen nem szerepelhet még, majd a előző év lezárásakor fog megjelenni ismét az a pénzösszeg, ami tavalyi évről pénzmaradványként áthúzódik. December 31-i állapot szerint a megyei önkormányzat számláján akkor több mint 130 millió forint volt. Úgyhogy a végleges tavalyi pénzügyi záráskor tudjuk megmondani azt, hogy ez hogyan tovább. Ami a tartalékokat, tehát pontos összeget arra értem, ahogyan továbbat, ami a tartalékokat jelenti meg a következő évek költségvetését, én úgy gondolom, hogy az elmúlt években is az önkormányzat az eredeti februárban meghatározott éves költségvetéséhez képest az év végére jóval nagyobb összegről szólt a költségvetés az évközi módosítások során. Köszönhető ez azoknak a pályázatoknak, amelyet a megyei önkormányzat nyújtott be és nyert el, és ezeknek a pályázatok eredményeképpen lehetőség volt arra, hogy a pénzügyi helyzetünk sokat javuljon. Ez most is így volt az elmúlt évben is, és most is így lesz. Amit pedig akár majd a költségvetésnél is elmondhatok, hogy takarékos intézkedéseket vezettünk be. Akár a képviselők vonatkozásában, akár a hivatal vonatkozásában. Ugyancsak napirend előtti felszólalást jelentett be Mamuzsics Sándor az MSZP frakcióból a Felsőbácskai falvak elnéptelenése címmel. Megadom a szót, képviselő úr. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés. Kihasználom a lehetőséget, hogy itt Felsőbácska északi peremén Baján ülésezik a közgyűlés, és beszélek néhány mondat erejéig Felsőbácskáról. A megye 119 településének egy negyede, gyakorlatilag több mint 30 település tartozik Felsőbácskához. Ez azt jelenti, hogy a megye lakosságának is majdnem egy negyede, közel 120 ezer lakos él Felsőbácskában. Ezek közül a legnagyobb város, amiről már az előzőekben szó is volt, több mint 36 ezer fővel Baja városa. A legtöbb anomáliával, legtöbb gonddal, problémával rendelkezőek Felsőbácskában a határmenti településeink, az a 10 község Herceg-Szántótól Kelebiáig, ahol a Felsőbácska legjobb minőségei földjei találhatóak, és ha legeknél tartom, sajnos itt a legnagyobb, a tényleges munkanélküliség. Emiatt kértem szót. Itt élek, a 10 település egyikén Madarason, amit néhány évtizeddel ezelőtt még a megye gyöngyszemének tartottak, ma már a településünk a túlélésért küzd. Ma a munkanélküliség miatt a kilátástalanság, a nagyfokú elvándorlás, az ott maradók elöregedése és az idősek kihalása után pedig a falu elsorvadása és elnéptelenedése tapasztalható. De elmondhatom ezt a másik 9 településről is, talán ebből Bácsalmás van egy kicsit jobb helyzetben. Eltűnt az ipar, újra polarizálódik, és néhány nagy gazda kezében centralizálódik a településeken a mezőgazdaság. Sajnos ebből adódóan egyre erősödik a szegénység. Tennivalóink vannak, és tennünk is kell, és engedjék meg, hogy elmondjam ezzel kapcsolatban is a gondolataimat.
Három fő dolgot látok annak érdekében, hogy elinduljon itt egy tovább lépés, egy fejlődés. Első és legfontosabbnak tartom a munkahelyteremtést, másodiknak a határon átnyúló kapcsolataink kihasználását, és ezen belül új gondolatok bevitelét. A harmadikként pedig nagyon fontos a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Az elsőhöz kapcsolódva, a munkahelyteremtéshez a mezőgazdaságban nagy lehetőségek voltak és vannak ma is. Az új típusú szövetkezetek kialakításáról többet hallottunk most már kormányzati szinten is, azonban nem látjuk, nem érezzük, hogy ezzel megszólítanák a falvakat, illetve ott elindulna ez irányú szervezkedés. Nagyon fontos lenne, ha nem is a régi, több évtizeddel ezelőtt jól működött háztáji gazdaságokat, de valami hasonló formátumot kell megtalálni, amivel munkához juttatjuk az ott élőket, illetve a jövedelmi szintet tudjuk ezzel erősíteni. A másik ilyen dolog az ipartelepítés. Mint ahogy említettem, eltűnt az ipar. Ha csak Madarast említem, szülőfalumat, ott néhány évtizeddel ezelőtt mintegy 300 főt foglalkoztatott, gyakorlatilag a munkaképes lakosság egynegyedét, egy budapesti székhelyű irodagéptechnikai vállalat, két ipari termelőszövetkezet és számos más iparral foglalkozó kis cég. Ma ezekből egy sem található meg, a legnagyobb foglalkoztatók az intézmények. Tehát ebben is megoldást kell találni, hogy azok a még erre a feladatra alkalmas ott élő emberek munkát találjanak, és ezzel együtt jövedelemhez jussanak. A másik ilyen dolog, amiben kitörési lehetőséget látok, ez pedig a határon átnyúló kapcsolatok. A településeknek kiváló testvértelepülési kapcsolataik vannak. Itt gondolok a hagyományőrzésre, a kulturális, turisztikai sportkapcsolatokra, amelyek kiválóan és példamutatóan működnek. Azonban úgy gondolom, hogy ideje ezen egyet váltani, tovább lépni, és a gazdasági kapcsolatok kialakításán gondolkodni. Tudom, vannak próbálkozások, azonban a határmenti településeknél nem tapasztalom ennek a gyakorlati hasznát. Ebben segítségre van szükségük, úgy gondolom, és ebből kiinduló pont lehet a határon átnyúló kapcsolatok, a testvértelepülésekkel való kapcsolatok erősítése. A harmadik ilyen gondolatom, ami nagyon fontos, ez pedig a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Az egyik legelmaradottabb úthálózattal rendelkezik Bajától délre az a területrész, amiről beszélek. Volt szerencsém részt venni a DKMT Nonprofit Közhasznú Társaság záró konferenciáján, ahol Szeged, Szabadka, Csikéri, Jabácsolomás, Bajavas útvonal építésének projektzárója történt. Ezen a konferencián szomorúan hallottam, hogy addig még Szeged és Szabadka között megvalósul a vasút, addig a közeljövőben nincs kilátás arra, hogy Szabadka és azon kívül Csikéri, Jabácsolomás, Baja irányába ugyanez megtörténjen. Elhanyagoltak ezek a vasútvonalak, valójában nincs igazi lehetőség a gazdasági fejlődésre. A másik ilyen nagyon fontos és évtizedek óta anomália az M9-es autópálya. Számunkra a déli rész számára kitörési pontot jelentene, ha az M9-es legalább a megyében megépülne, összekötné a 6-ost az 5-össel, az M5-össel, az már hab lenne a tortán, ha ebből egy leágazást tudnánk Jánoshalma magasságában kiépíteni, és Bácsolmás határátkelő helyett terelforgalommal minősítve egy hatalmas tranzitforgalmat lehetne elindítani. Ezen az M9-esen ott árválkodik a Szent László híd, és egy bekötő az 51-esig, és nincs tovább. Örülnék, ha megye felvállalná azt, hogy ez az út minél előbb tovább épüljön, és
alapvetően ennek a déli résznek a fellendülését hozza. Tisztelt Közgyűlés, ezek lettek volna azok, amit nagyon fontosnak tartok, annak érdekében, hogy Felsőbácska fellendüljön, a jelenlegi stagnálásából kitörjön, és kölcsönösen a fejlődő területhez tartozzon. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Először csak egy formai megjegyzést szeretnék a közgyűlés további menetére, hogy 5 percesek a hozzászólások, és ez 7,5 volt, nem akartam szólni majd máskor. Most előre mondom, hogy legyünk szívesek betartani az első hozzászólás, majd 5 perc, a következő pedig 3 perces időkerettel bír. Ami képviselő úrnak a hozzászólását jelenti, én köszönöm szépen ezt a jó szándékú hozzáállást, és azt, hogy a térség fellendítéséért tesz meg mindent. Ami szerepelt benne, hogy eltűnt az ipar. Az ipar, én úgy gondolom, nem az elmúlt 1-2-3 évben tűnt el, hanem régebben. És amit én is úgy gondolok, hogy nagyon nagy lehetőség lesz a határon átnyúló kapcsolatoknak a felélénkítése. A Szerbia és Magyarország közötti kormányközi kapcsolatok tekintetében, de ugye amíg nem csatlakoznak az Unióhoz, addig külön keret áll rendelkezésre. Erről a külön keretről volt a héten megbeszélés, egyeztetés Újvidéken például, hogy ebben egyik téma és egyik, ha úgy tetszik, kiemelt ez a vasútvonalnak a fejlesztése. Ez nem egyéves projekt megvalósítás tekintetében, tehát ami Szegedről indul és Szabadkán keresztül Bajára érkezne, és része se lehetne akár a Konstancától, tehát a Fekete-tengertől egész az Adriáig húzódó vasúthálózatnak, amely a transfert jelentősen felerősíteni. Nyilván ez nem kis pénz, nem kis feladat, nem kis szervezés, de bekerült a két ország közötti fejlesztendő célterületek közé. Hasonlóan bekerült a jégeső elhárító rendszernek a kiépítése, ami értelemszerűen az itt élő embereknek is egyfajta védelmet fog nyújtani, amikor ez megvalósul. És itt emelném ki a területfejlesztési pénzeket, tehát amit mi tudunk tenni, a mi hatáskörünk, a megyei önkormányzat hatásköre lesz, vagy ami eddig volt, a területfejlesztési pénzeknek a szétosztása a megyében. Későbbi napirendi pont, szavazni fogunk róla, hogy mit tart a megye fontosnak majd a pontozás szempontjából, a pályázatok pontozása szempontjából, és van ebben egy ilyen, hogy területi kiegyenlítődés. Úgy tervezzük, hogy 1,5 milliárd forintos keretet csak a határmenti területek plusz fejlesztésére fordítunk a megyei önkormányzat rendelkezésére álló 63 milliárd forintból. Tehát ez csak és kimondottan oda a egyébként is oda jutó pályázatokon túlmenően. És hát hadd említsem meg, szintén napirenden szerepel a közgyűlés napirendjén, ez az Egészséges Bács-Kiskunér című program, amelyben a döntő többsége a résztvevőknek a határ közeli területről, tehát a megye déli részéről kerül ki, akik ebben szerepet fognak játszani. Ez az Egészséges Bács-Kiskunért. A másik, hát éppen madarassal kapcsolatban jutott eszembe, hogy alelnök úr is születésénél, stb. Fogva úgy gondolom, hogy kellően képviseli a déli rész érdekeit a megyei közgyűlésben. Én ennyit gondoltam erre válaszként. Napirendre vonatkozóan kérdés, észrevétel, javaslat van-e valakinek? Amennyiben nincs, akkor kérem döntsünk a javasolt napirendről, fogadjuk el, szavazzunk róla. Kis Kálmán. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igennel elfogadta napi rendjét. Egyes első sorszámunk, tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről. Csak egy mondat róla, más a formája, a szerkezete, mint ami régebben volt, nem egy naptári felsorolás, hanem egy kis értékelés is hozzá, hogy jobban el tudjunk igazodni rajta. Való képviselő úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, örömmel olvastam az anyagba, hogy
az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságja előtt volt ez a jégeső elhárító rendszerrel kapcsolatos anyag. Azt szeretném kérni, ha lehetséges, hogy legyen lehetősége a frakcióknak megismerni ennek a jegyzőkönyvnek a tartalmát. Mert gondolom, hogy tanulságos lehet azért. Nem minden nap kerül egy-egy megye az Országgyűlés Bizottságai elé. Tehát én azt kérném, hogy szíveskedjék rendelkezésünkre bocsátani a jegyzőkönyvet. Köszönöm szépen. Jó, szerintem ez menni fog, és megkapja, mi eljuttatjuk minden frakcióhoz a jegyzőkönyvet. Két mondatban hozzá, azt mondták a Mezőgazdasági Bizottság ülésen, hogy ilyen hosszú bizottsági ülésre az elmúlt 10 évből nem emlékeznek. Olyan mélységében és alaposan tárgyalta végig a bizottság a jégeső elhárítás módozatait és lehetőségeit. Mást nem látok jelentkezni, kérem szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. Megállapítom, hogy 21 igennel, egy tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta a tájékoztatót. Második napirendünk előterjesztés a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet módosításáról. A bizottságok támogatták a rendeletmódosítást. Kérdés, észrevétel van-e az előterjesztéshez? Nem látok, arra kérem, akkor szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés 18 igen és 4 tartózkodás mellett az 1/2015-ös számú rendeletével döntött a 14-es költségvetési rendelet módosításáról. Következő napirendünk a 2015-ös évi költségvetés. Mint előterjesztő, a következő módosítást javaslom a megküldött közgyűlési előterjesztésben egyetlen számnak a korrigálását. A bevételek között szerepel, és napirendi pontunk is lesz a Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszafizetése, és ott a visszafizetésnél tévesen 2,5 millió forint szerepel, amely valójában 3 millió forint, és emiatt változik meg a pénzmaradvány igénybevétel összege is, amely így csökken 500 ezer forinttal. Tehát ennyi a változtatás. Így tárgyaljuk majd az előterjesztést, a bizottságok támogatták az előterjesztés. Kérdés, észrevétel. Szűcs Imre képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt közgyűlés, tisztelt vendégek. A Jobbik frakció, illetve magam részéről is egy nagyon borulátó hozzászólást szeretnék tenni. Valamikor 2012-13 fordulóján Bányai Gábor, akkori közgyűlési elnök úrral beszélgettem erről a önkormányzatiság, illetve helytartó tanács kérdéséről. Ugye elvették a költségvetésünket, elvették az intézményeinket, elvették a kollégáinkat, tehát gyakorlatilag egy szatellit szervezetet sikerült az akkori kormánynak, aki nagyjából most is regnál, az összes megyei, így a Bács-Kiskun megyei önkormányzatból is csinálnia. Megkérdeztem, hogy akkor meg egyáltalán miért van Bács-Kiskun megyei önkormányzat. Ő mondta, Bányai Gábor elnök úr, hogy nem intézmény működtető, hanem a fejlesztési projektek irányítója, tehát a fejlesztési pénzek elosztója lesz a megyei önkormányzat, tehát innentől kezdve a fejlesztéseknek lesz a vezetője. És ez lesz a dolga az önkormányzatnak. Kérdeztem tőle, hogy egy kicsit úgy közvetlenül, hogy te Gábor. Aztán mi lesz akkor, hogyha ez nem így lesz? Mert hogy azért itt már láttunk ebben az országban sok minden érdekes dolgot. A válasza az volt, hogy akkor nekünk, mármint azoknak a megyei közgyűlési elnököknek, akik 2010 és 14 között országgyűlési képviselők voltak, akkor le kell vonni a politikai konzekvenciát. Na most, illetve az összes olyan megyei közgyűlési képviselőnek le kell vonni a politikai konzekvenciát, aki ezt a vagyonfosztást megszavazta. Szeretném látni azokat a számokat, szeretném látni azokat a törvényeket, és szeretném látni azokat a folyamatokat, amik
azt bizonyítják, hogy ténylegesen nem bólogathatunk a kancelláriát, illetve a miniszterelnök hivatalt vezető miniszter úr által meghatározott pénzek áramlási dolgaira, hogy hát egyet értünk, nem értünk egyet, de igazán ráhatásunk nincsen, mert az, hogy majd mi kijelölhetjük, hogy merre vannak a folyamatok, elnézést kérek, ezt most nem akarom idézni a Pörzse Sándor úrnak a szavait a Barikád magazinból, de ez nem, tehát nem az a az a tevékenység, amiért Szent István a vármegyét létrehozta. A bakkorszakban volt ilyen utoljára. Vagy előtte talán, amikor Világzsetnek hívták még ezt a környéket, mert a budai pasa kormányozta Magyarország középső részét. Tehát ezen gondolatmenetből fölindulva, mélyen tisztelve azt a munkát, amit az a csekély és erősen korlátozott hatáskörre rendelkező pénzügyi osztály végez, és megpróbál ebből a nagy semmiből valami végrehajthatót összehozni pénzügyileg. Tehát az ő munkájukat a frakció nevében megköszönöm, és természetesen tiszteletbe tartom, de ezt az egészet, amit itt a Fidesz kormány létrehozott, és most éppen próbál áttolni az embereken, ezt mi elfogadni nem tudjuk. Mind a magam, mind a frakció nevében. Az időkeretbe belefértem, köszönöm a szót. Köszönöm a hozzászólást. Nagy Lajos képviselő úr. Tisztelt elnök úr, alelnök úr, főjegyző úr, köszönöm szépen a szót. Nagyon sok soron megpróbáltam átolvasni a 2015 év tervezett költségvetését. A legnagyobb meglepetésem az, hogy ennek a megyének igencsak erősen kormánypárti támogatottságú a közgyűlési összetétele, kormánypárti a vezetése. Mégis, amikor a nem kötelező feladatokat leveszem a költségvetésből, és ezeknek a számait kivonom a tervezett költségvetésből, még mindig hiányos. Hogyan lehet az, vagy miért van az, hogy egy megyének a költségvetését a kötelező feladatok teljesítése már is hiányba taszítja. Kérdésem, meddig elég a megye meglévő vagyona arra, hogy a kormányzat által nem biztosított fedezetet pótolja? Miért a megyének kell az utolsó lehetőségeit felhasználni erre a célra, amikor állítólag és tévé, rádió is erősítsenek meg, legalább 6 média csatorna sugározza, hogy Magyarország lényegesen jobban teljesít, mint tavaly, és még annál is jobban, mint azelőtt. Ha ez így megy tovább, mikor jelent a megyei közgyűlés csődöt? Köszönöm. Köszönöm szépen. Dr. Balogh László. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt közgyűlés. 2011 év végén hiába tiltakoztunk torkunk szakadtából az akkori közgyűlési elnökkel együtt, a kormány megmentett bennünket. És ennek a megmentésnek köszönhetően eltűnt a költségvetés, ami évenként 34-48 milliárd forintot jelentett, eltűnt a vagyon, ami piaci áron olyan körülbelül 100 milliárdot érhetett, és eltűntek azok az intézmények, amelyekre büszkék voltunk, és amelyekkel együtt dolgoztunk. Kiskorúsították a megyéket, és azóta sajnos ez a szituáció így maradt. Jelenleg a költségvetésben olvasható, hogy az állami finanszírozásunk 279,4 millió forint. Ez évek óta ennyi. Nem emelkedik. Ez nem az emelkedő nemzetet, az nem az erősödő gazdaságot mutatja, mert ha így lenne, akkor nyilván a mi bevételeink is növekednének. 500 millió forint az az összeg, írja a költségvetés, amelyre a 19 megye, ha szükségét látja, akkor pályázhat. Gondolom én, hogy ez valamiféle ilyen önhikipótlék. Szeretném emlékeztetni az itt jelenlévő képviselőtársaimat arra, hogy valamikor volt olyan megye, amelyik a dupláját, vagy majdnem háromszorosát nyerte ennek a keretnek önhikin. Úgyhogy ez nem olyan nagyon nagyra értékelendő. De jó, hogy van. Az Európai Uniós Önerő Alap.
Azt írja az anyag, hogy ez a saját forrás kiegészítését szolgálja. Na de honnan lesz saját forrás? Hát már így is viták voltak arról, hogy az önként vállalt feladatainkat, ami mindenkinek tetszik, mert megtestesíti a megyeiséget, akkor ezt vizsgáljuk fölül. Vagy esetleg a pénzmaradvány az, amit ilyen jellegű dolgokra fordítunk, vagy miből csinálunk önerőt? Na most, hogyha a költségvetése alapján ítélik meg a megyét a partnereink, például a külkapcsolataink, akkor vajon mit gondolnak erről a megyéről? Mennyire vehetik komolyan? Az látszik, hogy a költségvetésbe nincsen pénzünk. Ha van pénzünk, akkor mutassuk meg. Ezzel kapcsolatban a következő javaslatom lenne, elnök úr. Vegyük számba egy következő előterjesztésbe azt, hogy a területfejlesztés területén milyen források felett rendelkezünk, vagy mik azok a források, amelyekre ráhatásunk van. És mutassuk meg, hogy mégiscsak van valamiféle pénz, amivel ez a közgyűlés rendelkezhet. Ez a gondolatkörhöz tartozik. Én azt szeretném, ha ezentúl az Európai Uniós pályázatoknak az elkészítésében a közgyűlés sokkal intenzívebben részt vehetne, legyen rálátásunk arra, hogy mik a céljai ennek a pályázatnak, mit kívánunk elérni, a költségvetése milyen, a kedvezményezeti köre milyen. Szóval legyen beleszólásunk abba, amiben pénz van. Mert ezekben a pályázatokban legalább az van. Azt szeretném kérni elnök úrtól, hogy az az önkormányzati kiadvány, ami korábban a Megyeháza című kiadvány volt, ha lehet, alakuljon át úgy, hogy a területfejlesztési pályázatok ismertetésével, vagy a lehetőségek ismertetésével segítse a települések ilyen irányú munkáját. És még egy megjegyzésem lenne, ez pedig a megye bora, megye pálinkája ügyre vonatkozik. Én szeretem a bort is, meg a pálinkát is, semmi kifogásom a dolog ellen, de most ha rosszul emlékszem, akkor majd a főjegyző úr kijavít, de mintha úgy emlékeznék, hogy a megye borra volt valamiféle rendelkezése a közgyűlésnek, és ha volt, akkor ahhoz hozzá kellene tenni a megye pálinkát is. Tehát ha létezik ilyen rendelkezés, akkor szabályozni kellene a megye pálinka ügyét is. Tisztelt elnök úr, ezeket a megjegyzéseket szerettem volna tenni a költségvetéshez, és szeretném jelezni, hogy a mi frakciónk nem tudja elfogadni a költségvetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Dr. Skribanek Zoltánnak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt közgyűlés. Én ezt is szeretném emlékeztetni arra a tisztelt közgyűlési tagokat, hogy ennek a napirendnek a címe a Bács-Kiskun megyei önkormányzat 2015. évi költségvetése. Ezzel kapcsolatban tartalmi elemeket az eddigi megszólások közül elég keveset hallottunk, talán a legutolsóban. A napirendnek nem az a címe, hogy mennyi pénzt szeretne kapni a megyei önkormányzat a központi költségvetéstől. Tehát idáig, amiket hallottunk, ezek kizárólag politikai hozzászólások voltak, aminek a helye úgy gondolom inkább a parlamentben lenne. Nekünk itt a megyében arra nincsen kompetenciánk közgyűlési tagoknak, hogy befolyásoljuk ezeket a számokat, hogy melyik megye mennyi pénzt kap a központi költségvetésből. Tehát én azt gondolom, hogy célra vezetőbb lenne, hogyha a tartalmi részről folytatnánk a vitát. Az úgy gondolom együtt a költségvetés megítélését is mutatja, hogy sem a bizottsági ülésen, sem pedig az eddig elhangzottak során komolyabb kritika vagy érdemi módosítást nem igen érkezett a költségvetéshez. Én úgy gondolom, hogy három olyan szempont van, amit én kiemelnék, ami jellemzi ennek a költségvetésnek a munkáját, érdemeit. Az egyik az az, hogy egy takarékos költségvetés. Elhangzott a korábbiakban is, hogy a három korábbi alelnök helyett már csak egy van, csökkent a külső bizottsági tagok száma is, nem emelkedtek a tiszteletdíjak, tehát magunkon spóroltunk megfelelő
ön mérsékletről téve a tanúbizonyságot, valamint a hivatali apparátus is egy 10% körüli takarékossági intézkedést tudott megtenni. A másik fontos eleme a költségvetésnek, hogy külső forrás bevonása nélkül tud stabil maradni. A harmadik pedig az, hogy mindezek figyelembevétele mellett mégiscsak azokat a korábbi hagyományokat, amelyekre a megye az eddigi évek során büszke volt, ezeket továbbra is fent tudjuk tartani, tehát attól, amiért megye a megye, ez továbbra is megmarad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szűcs Imre képviselő úr. Köszönöm a soron kívüli szót, mert Raus alelnök úr hamarabb jelentkezett szólásra, de akkor Simonek képviselő úrnak a következőt mondom. Ez egy politikai fórum, ha tetszik, ha nem. Tehát nem közigazgatási, lehet, hogy a Fidesz frakció szeretné, hogyha itt is a képviselőket a kormány nevezné ki, mind a kormányhivatalban, és 3 hónap felmondási idő után el lehessen zavarni őket, de ez egyelőre még választott testület. Tehát itt politikai viták lesznek, ha tetszik a Fidesz frakciónak, ha nem. A másik, megköszöntem Bozolni Nemes Gizalának, hogy vértizzadva összetudták rakni ezt a költségvetést. Attól függetlenül ez nem az a költségvetés, ami Bács-Kiskun megye érdekét szolgálja. Bács-Kiskun megye érdekét azt szolgálná, hogy kinevezett hivatalnokok helyett választott képviselők döntsenek. Tudom, hogy ez már megint nem tetszik egy olyan kormánypártnak, amelyik a totalitárius rendszert teremtette meg Magyarországon, és a félelem légkörét teremtette meg, különös tekintettel a vezető közhivatalnokok között, de ezt szerintem Skirmanek Zoltán képviselőnek muszáj lesz elviselnie. Köszönöm a szót. Megadom a szót Raus Sándor alelnök úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt közgyűlés. Itt elhangzottak ezek a nagy sírások. Itt akik nem első ciklusos képviselők vagyunk, azok láttunk 100-szor ekkora költségvetését Bács-Kiskun megyének. Szerintem Palog László képviselő úr, korábbi elnök úr volt abban a helyzetben, hogy ilyen 31-néhány milliárdos költségvetés összeállításába részt vegyen, én is voltam. A végén 1-2 millió forinton, kicsit később 100 000 forinton bívódtunk, civakodtunk, gondolkodtunk. Az a költségvetés nem volt elég arra a feladatra, amit akkor az akkori kormányzat ránk bízott. Az intézményeinkben nem volt meg a megfelelő négyzetméter, nem voltak meg a szakmai létszámok az előírásoknak megfelelően a legtöbb intézményünkbe, és nagyon kicsi lehetőségünk volt arra, hogy a megye az állam által ránk bízott intézményekbe a törvényi előírásoknak megfeleljünk. Elnök úr, nem feleltünk meg évtizedeken, se a te ciklusodba, se a miénkbe, mert nem volt rá pénz. Persze egy kicsit nagyobb lehetőség volt arra, hogy egy-egy rendezvényt támogassunk, ez egy szűk költségvetés, de egyébként azt tudomásul kell vennünk, hogy más feladatot kaptunk az államtól, és lehet, hogy ez a költségvetés nagyon sovány, 300 millió forint környéke, vagy ugye alatta az állami támogatás. Na de azért majd itt a későbbi napi rendi pontoknál találkozunk ezzel, meg a későbbi munkánk során. Ne felejtsük el, 63 milliárd forint dedikált forrás van, ami nyilván a nemzetközi és az állami előírásoknak megfelelően, de a mi döntésünk alapján lesz felhasználva ebben a megyében. Tehát a 63 milliárdról egy biztos, hogy az csak Bács-Kiskun megyében lehet felhasználni, és elsősorban a mi, na nem önkényes, de a mi döntésünk alapján. És hogyha az energiáinkat arra fordítjuk, hogy egy irányba menjünk, és ezt jól használjuk föl, akkor van arra reális esély, hogy további 3-400 milliárd forintot, a 7 éves ciklusról beszélek, hozzunk ide ebbe a megyébe. A 63 milliárdot csak itt lehet elkölteni, és ami nagyon, tehát ad abszurdum, az is lehet, hogy 1 forint operatív pénz, ágazati pénz nem jön ide, de ha kellően
jól végezzük a munkánkat, akkor 3-400 milliárd forintot tudunk ebbe a megyébe hozni, és ez a közös felelősségünk. Én azt gondolom, hogy nem az a igazi lényeg, hogy most ez 300 millió vagy 350, hanem az, hogy 30 milliárdot vagy 300-at hozunk ebbe a térségbe a mi közreműködésünkkel. És ha itt jól tájékoztatjuk a önkormányzatok vezetőit, az önkormányzati testületeket, a körzetünkben működő vállalkozásokat, civil szervezeteket, jó pályázatokkal nagyon sok pénzt tudunk hozni, és ebbe nincs is politikai különbség közöttünk, mert ha bármelyik politikai frakció képviselője tud abba segíteni, hogy egy településre kerüljön egy támogatási összeg, annak a falunak a szocialista, a DK-s, a jobbikos, a fideszes, a mindenféle rendű rangú állampolgára élvezni fogja. Nem lehet pártpolitikai alapon pénzzel bánni, annak mindannyian előnyét fogjuk élvezni, és ehhez szeretném azért hozzátenni, hogy a hivatalban van egy olyan meglévő tudásbázis, amit továbbiakban is szeretnénk arra fordítani, hogy a térség szereplőit, önkormányzatokat, vállalkozásokat, civileket minél nagyobb forráshoz tudjunk juttatni, úgy, hogy ez a megyei önkormányzat számára is előnyös legyen, és segítsen még a költségvetési nehézségekben is. Erre a számtalan lehetőség van, szóval más, tehát teljesen más világ van, mint ami volt eddig. Egészen más a filozófiája, teszem hozzá, 2014-20-as uniós fejlesztési ciklusnak, mint a korábbinak volt. Ezt kell nekünk megérteni, ezt kell megtanulni, és ebbe kell szerintem egymás mellett a politikai pártok tagjainak egymás mellett azon dolgoznunk, hogy minél több pénz jöjjön ide. A hivatal ebbe segíti a képviselőket is a tájékoztatásba, vagy a tájékozódásba, meg a megye polgárait is. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jekő Attilának adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés! És azt gondolom, hogy a költségvetés az nem cél, hanem egy eszköz. Eszköz arra, hogy azokat a feladatokat, amiket a megyei közgyűlés kapott, mert hiszen ezt nem mi vállaltuk, elhangzott az előttem szólóktól, hanem ugye ezt ránk erőltették, ezt a feladatot, minél jobban, minél színvonalasabban tudjuk ellátni. Én azt gondolom, hogy a vagyonvesztéssel és az intézményrendszer elvesztésével ugye kénytelenek voltunk megbarátkozni, és még a fideszes képviselők is azt mondták, hogy hát ez nem egy szép dolog, na, de majd a fejlesztések. A fejlesztéseknél ott komoly szerepünk lesz, és ott megmutathatjuk, hogy mennyire össze fog tudni a megye a forrásokért, és hogy mennyire tudunk a fejlesztésekbe együtt gondolkodni. Hát megmondom összintén, hogy sokáig nyugtattam magam én is ezzel a dologgal, és hát miért ne hinni az ember kormánypárti képviselőknek, vagy közgyűlési tagoknak, főleg, hogyha ilyen szép szavakat mondanak. De sajnos azt látom, hogy ez egy idea volt a részükre. Azt nem tudom, hogy a fideszes közgyűlési képviselők mennyire vannak, vagy voltak el tudatában, hogy az egész dolog egy felfújt lufi lesz, semmi több. És én ezt látom, és az a legnagyobb probléma a költségvetéssel is, hogy nem látom ezeket a feladatokat, amiket valósan a megyei közgyűlés el fog látni a területfejlesztés területén. Én úgy gondoltam az egészet, és sajnos úgy látom, hogy egyre inkább úgy látom, hogy rosszul mértem ezt a dolgot föl, hogy egy alulról szerveződő projektgyűjtés után egy alulról szerveződő döntéshozási mechanizmuson keresztül fogjuk tudni azt kiválasztani, hogy egyes településeken, egyes térségeken mi az, ami jó, mi az, ami valósul, és mi az, ami tényleg megmutatkozik gazdasági fejlesztésben is. Ez nem látszik. Tehát az látszik, hogy maximum ilyen konzultatív véleményformáló szerepe lehet, tehát maximum azt lehet elképzelni, hogy a mi
látszólagos vagy névleges jóváhagyásunk nélkül mondjuk egy kiírás nem kerül ki. Talán ilyen szinten egy társadalmi egyeztetésbe fogunk részt venni. És ez viszont azt hiszem, hogy nagyon veszélyes. Tehát így, hogy ez tényleg így marad, és komolyabb mechanizmusokban nem vehetünk részt, akkor teljesen ki fog üresedni ez a megye, és tényleg akkor azok lesznek varázslók, akik össze tudják szedni egyáltalán a két havi napirendi pontokat, hogy miről beszélünk, miről tárgyaljunk. És azt hiszem, hogy nekünk is személyes kudarcunk lesz ez, hiszen nem ezért jöttünk ide. Mindannyian úgy gondolom, akik felelősek azért a kis közösségért, aki ide küldte őket, hogy képviselje az érdekeket. Tehát minket azért küldtek ide, hogy ez a 63 milliárd forint tényleg a legjobban hasznosuljon, és az adott település ebből, vagy térség minél nagyobb részt ugye szelhessen ki magának. Nem fogunk tudni ennek megfelelni. Fejünk fölött, attól félek, hogy a fejünk fölött fognak a döntések megszületni, és ez nem fog jót tenni amblokk a közgyűlés presztízsének se, és azt hiszem, hogy az egyes képviselők reputációjának sem. De ami ennél nagyobb probléma, mert ez ugye lehet azt mondani, hogy ez inkább csak személyes kérdés, hogy megkérdőjeleződik az is, hogy mennyire fognak jól hasznosulni ezek a fejlesztési pénzek és ezek a fejlesztési források. Remélem, hogy tévedek ebben a hozzászólásban, és nem ez lesz a mechanizmus, és valós szerepünk lesz, és valóban megkérdezik az ottani szereplőket. Én ezt egyelőre nem látom. És ez a költségvetés nem is ezt támasztja alá. Tehát nincsenek olyan feladatok benne, nincsenek olyan személyi plusz állományok, amik egy ilyen munka előkészítéséhez szükséges lennének. De azt gondolom, hogy ezzel a költségvetéssel kvázi elfogadjuk azt is, hogy nekünk komolyabb szerepünk a területfejlesztésbe nem lesz ebbe az évbe, és én ezt a magam részéről nagyon nem tudom elfogadni. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást, átadom a szót Kis Kálmán képviselőre. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés! Nagyon sok mindennel egyetértek abból, amit ellenzéki képviselőtársaim elmondtak a korábbiakban. Én ezt nem kívánom megismételni és ragozni. Magam is úgy érzem, hogy néhány évvel ezelőtti államosítással a megyei önkormányzatiság nagy mértékben kiüresedett. A helyi közügyekbe való beleszólás lehetősége a megyei önkormányzatnak nagy mértékben lecsökkent. Nagyon kevés olyan érdemi eszköz, jogosítvány hatáskör maradt, amivel a megye sorsát meg tudnánk fordítani. Ezért is rá vagyunk utalva a helyi települési önkormányzatokkal való igen szoros együttműködésre, és én remélem, hogy e téren tudjuk pótolni azért azt a hiányosságot, amit a központi törvényhozás és a magas politika okozott. Én is megdöbbenve tapasztaltam új képviselőként, hiszen voltam már korábbi ciklusban is képviselő, de ebben az új rendszerben most vagyok először, hogy a korábbi 10 milliárdos nagyságrendű megyei önkormányzati költségvetés gyakorlatilag 430 millió forintos főösszeggel egy közepes falu költségvetésére zsugorodott. Ez nagyon kiábrándító, hiszen én azt érzékelem képviselőtársaim hozzászólásából is, hogy mindannyian többet szeretnénk tenni, mint amennyit úgy tűnik tehetünk. És én ebben kérném a megyei önkormányzat szakembereinek, vezetőségének a segítségét, hogy valóban ne legyen ilyen hiányérzetünk. A kevés mozgástér egyértelműen látszik, és a pénzelosztó szerep is, a fejlesztési pénzek elosztásába való beleszólási lehetőségünk is nagyon bizonytalan. Itt az év közepén, június környékén gyakorlatilag el kell készíteni az ITP-t, lezárul a programozási időszak, és indulnak a projektek, és nem látjuk néhány hónappal a startpisztoly ellövése előtt, nem látjuk, hogy igazából érdemben mi hogy tudjuk ezt a folyamatot befolyásolni. Én mégis látom azt, hogy a megye szakembergárdája vezetése igyekszik ezt a helyzetet ellensúlyozni, kihozni azt, amit talán lehet, és ebben az én saját közreműködésemet, segítségemet igyekszem felajánlani.
De itt tényleg bizonyítani kell, hogy az az optimizmus, ami a költségvetés előterjesztői részéről itt ma megnyilvánul, az megalapozott. Én tehát első ciklusi költségvetésként megszavazom ezt az előterjesztést. Nem gondolom, hogy csak azért, mert egy ellenzéki párttagja vagyok, nemmel kell szavaznom, de hangsúlyozom, hogy komoly fenntartásaim vannak, és azt várnám többek között a kormányzattól is, hogy ezen a lehetetlen helyzeten változtatni fog, akár még ebben a ciklusban is, és a megye feladat és hatásköreinek egy részét visszaadja oda annak a helyi közösségnek, amelynek ez igazából a jogosítványa, elidegeníthetetlen joga lenne. Köszönöm. Köszönöm, megadom a szót Raus Sándor alelnök úrnak, második hozzászólásként 3 perc maximum. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt közgyűlés, igyekszem beosztani. És megpróbálok finoman fogalmazni. Szóval az a helyzet, hogy itt elhangzottak olyan kritikák, amik, hát hogy mondjam, csak elég nagy tájékozatlanságról adnak, vagy tesznek tanúbizonyságot. Mi még Bányai Gábor elnök úr idejében, és azóta most Rideg alelnök úrral már több körös roadshow-t csinálunk a megye minden járás székhelyén. Nyilván azért kell több körös, hogy mindig az aktuális állapottal tisztában legyünk, illetve tisztában legyenek a szereplők. Én tapasztalatom az, mondjuk ez tegnap Gáspár Feri rácáfolt, meg Kunszent Miklóson voltunk, ő ott volt, mint megyei képviselő, ezen a polgármesteri találkozón, na de azért a képviselőtársaim által nagyon gyér a látogatottsága ezeknek a fórumoknak, pedig ezek azok a helyszínek, ezek azok a rendezvények, ahol a hivatalból, a hivatalnál lévő információból, meg az önkormányzatnál lévőt el tudjuk juttatni a érintettekhez, és a települések, meg a vállalkozások óhaját, sóhaját össze tudjuk gyűjteni, és ezt a kettőt megpróbáljuk jól csinálni. Ebbe valóban nem lesz beleszólása az uniós források felhasználásának a megyébe, na annak, aki ebben nem vesz részt. Itt, amikor egy közgyűlési döntés születik majd erről, arról vagy amarról, az már egy előkészített kész anyag, amiben persze itt lehet módosító indítványa változtatni, ha az megalapozott, de mitől lenne megalapozott, ha nem is tudjuk, hogy hogy készült el. Ebbe bele lehet szólni, ehhez hozzá lehet. Sőt, nagyon nagy segítség volna az, szerintem elvárható is volna minden megyei képviselőtől, hogy segítse a munkát, a hivatalunk, meg elnök úr, meg az én munkámat abba, hogy ott a helyi szereplők, nyilván a helyi szereplőket szerencsés esetben jobban ismerik, mint mondjuk a Kecskés Laci, vagy az elnök úr. Tehát nagy segítség volna, hogyha ebbe bizottsági tagjaink, külsős tagjaink aktívabban részt vennének. És szerintem sok mondat nem hangzott volna el ma, sok kritikai észrevétel, ha ez így volna. Nyilván kötelezni erre nem tudunk senkit, csak fura az, hogy én miért nem szólhatok bele, amikor el sem mentem. Hát, és ezt, akinek nem inge, ne vegye magára, de általánosságban én ezt tapasztaltam. Köszönöm szépen. 2:59. Köszönöm. Éppen 3 percben megadom a szót dr. Balogh Lászlónak. Köszönöm szépen. 2 mondat, elnök úr. Az egyik... Én azt kívánom neked, hogy legalább 1 évben legyen lehetőséged egy 34 milliárdos költségvetés elkészítésére, de majd gombold ki az akódat, mert meglátod, hogy az ember tüdőkapacitása egészen más egy ekkora költségvetés elkészítésekor. A másik mondat pedig az, hogy természetesen voltak hibái az előző rendszernek és az előző időszaknak is, de a 2 költségvetés közti nagyságrendek nem összehasonlíthatók. Köszönöm. Köszönöm. Doktor, megadom a szót Nagy Lajos képviselő úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés,
néhány apró kiegészítésre az azóta elhangzottak miatt. A hozzászólásomban nem politikai célt fogalmaztam meg, bár itt politikai testület tanácskozik, hanem a költségvetés állapotáról mondtam egy véleményt. Maga az irány, amerre megyünk, az államtól kényszerítettve rossz. Rossz azért, mert a meglevő készpénz vagyonunk teljes felélésére ösztönöz bennünket, mert ha nem ezt tesszük, akkor még a kötelező feladatainkat sem tudjuk megoldani. A másik bizottsági ülésen elhangzott, ha ennyire alul tervezett a költségvetésünk, mint amennyire alul tervezett, nem saját hibánkból, akkor ne vállaljunk olyan plusz feladatokat, amelyek a jelenleg meglevő és egyébként szerintem szűkös vagyonunkat tovább apasztják. A jelenlegi felhasználás ütem mellett hány évre elég? 2? 3? És utána mi lesz? Az előrevetítettek alapján ugye következő évben is ekkora támogatást fogunk kapni a központi keretből. Akkor tovább apasztjuk a meglevő vagyont? Vagyis mi magunk bizonyítjuk be, hogy életképtelenek vagyunk, mert nullára fogjuk kijátszani a mozgásterünket. Kérem szépen, ha így állunk, és ezt a pénzt kell beosztani, ami van, amit a központi költségvetéstől kaptunk, akkor csak azt vállaljuk be, amire ez futja. És semmi többet. A másik, mi nagyon szívesen elmentünk volna arra bizonyos tanácskozásra, ha kaptunk volna meghívást. Véletlenül nem kaptunk, elnézést kérek érte. Tudom, hogy a mi hibánk volt. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. Dr. Skribanek Zoltán következik. Köszönöm, elnök úr, tisztelt közgyűlés. Egy korábbi hozzászólásra reagálva szeretném elmondani, hogy a politikai vitával kapcsolatban természetesen semmilyen agály, kifogás nincs, nem is lehet. Az én véleményem szerint a politikai vitánál mindig az a kérdés, hogy bír-e konzekvenciával, vagy nem. Tehát öncélúvá válik-e, vagy pedig van valami eredménye. Én úgy gondolom, hogy amikor olyan dolgokról vitázunk, amiben a megyei közgyűlésnek az égvilágon semmilyen kompetenciája nincsen, az akkor öncélúvá válik, és igazából nem bír konzekvenciával. Én továbbra is azt a véleményemet tartom fent, hogy abban a mozgástérben igyekezzünk szakmai munkát folytatni, amit a objektív tények nekünk kijelöltek, és ez vonatkozik a mostani előterjesztésre is, és a jövőben előforduló egyéb témákra is. Tehát amiben a megyének kompetenciája van, abban igyekezzen a legoptimálisabb döntést meghozni, és akár ellenzéki, akár Fidesz tagok szólnak hozzá, vagy vesznek részt ebben a munkában. Elsősorban itt a szakmaiságra kellene törekednünk, mint a partalan és konzekvenciával nem bíró politikai vitákba süllyednünk, és az időt erre elpazarolnunk. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. Jekő Attila következik. Köszönöm a szót, elnök úr, akkor próbálok én is finoman fogalmazni. Egyrészt nem tartom ezt időpazarlásnak, hogy ilyen dolgokról beszélünk. Másrészt, tehát azért ezt el kell már dönteni, hogy a megyei közgyűlési tagokra biodíszletként van szükség, vagy tényleg a véleményükre szükség van. Mert ha ez így van, és tényleg a véleményükre szükség van, akkor az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy ne csak a lakossági fórumokra kapjunk meghívót, amire valóban kaptunk, hanem azokra az érdemi egyeztetésekre, amit már a sajtó ugye megszellőztetett, hogy mikor lesznek, hogy a közgyűlés vezetése mikor megy egy adott térségbe az adott polgármesterekkel tárgyalni, arra viszont nem kapnak a közgyűlési tagok meghívót, még azok a tagok se, akik mondjuk abból a járásból, vagy abból a településből kapnak. Tehát akkor döntsük el. Én biodíszlet nem veszek. Tehát akkor vagy érdemben bevonnak minket, a véleményüket is, vagy akkor nem mondjuk azt, kérem szépen, hogy teljesen mindezik honnan jön az ötlet, ha jól ötlet, akkor be tudjuk fogadni, és tényleg bárhez dolgozzunk egy-egy település, és azt gondolom, elnök úrnak ebben nagyon nagy felelőssége van, hogy hogyan és milyen módon szeretné ezt a megyét irányítani. Mert én azt gondolom, a frakciónk részéről biztos el tudom mondani, hogy az érdemi munkával nagyon szívesen részt veszünk, és nem politikai pamfletteket fogunk pufogtatni egy-egy ilyen fórumon, hanem valós szakmai
szakmai kérdésekbe fogunk állást foglalni, és ilyen javaslatokat fogunk tudni tenni. Tehát nekem ez lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel a kormánypárti képviselők és a közgyűlés vezetése, és azt gondolom, hogy akkor látni fogják, hogy az észrevételek és a javaslatok tényleg érdemiek a részünkről. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást, Gáspár Ferenc a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, a kicsit a meghívóval kapcsolatban egy kicsit személyesen érintettnek érzem magam. Szeretném hangsúlyozni, hogy én sem kaptam senkitől meghívást, viszont azt gondolom, hogy az valamilyen szinten egy-egy képviselőnek a képviselői munkáját is jellemzi, hogyha ennyire nincs kapcsolatban, napi kapcsolatban a településekkel, le lehet-e szűkíteni járási vagy egyéb környezetében lévő településekre, vagy a saját településére is. Én pusztán a polgármesterekkel tartott kapcsolataim folytán kértek meg, hogy legyek ott ezeken az egyeztetéseken. Úgy gondolom, hogy ha többi képviselőtársam is valamilyen szinten tartja a kapcsolatot, vagy tartaná a kapcsolatot a településén élőkkel, akkor lenne tudomása ezekről az egyeztetésekről. Köszönöm szépen! Köszönöm a hozzászólást, Kollár Lászlónak adom meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Először reagálnék Raus alelnök úrnak a gondolatára, hogy valamikor volt itt, ugye korábban sokkal komolyabb léptékű költségvetés, sokkal komolyabb számokkal, és akkor sem volt elég a pénz az adott feladatokra. Na ez az, ami folyamatos azóta, hogy a rendszerváltás megvolt, soha nem volt elegendő a finanszírozás. Viszont az is látszik, hogy soha nem adta meg a kormány, az éppen regnáló egyik kormányzat sem azt a lehetőséget, hogy nem csak halat adok, hanem hálót is nektek, hogyha másképp nem megy, akkor termeljétek meg magatoknak azt, amiből fönntartjátok magatokat. Tehát például a Jobbik ezért van, hogy erre a mentalitásbeli különbségre, amire úgy gondolom, hogy annak idején Jézus Urunk tanított, erre fölhívjuk ismételten a figyelmet. Ez a bizottsági ülésen elhangzott egy másik régi rossz bevált gyakorlat, ami úgy néz ki a kormánypárti képviselőknek, beidegződött valamennyire régről. Ha nem lesz elegendő a finanszírozás, majd fogunk kötvényt kibocsájtani, vagy más módon túlélünk. Na úgy gondolom, hogy ez megint nem egy követendő gondolat, hanem éppen ellenkezőleg kellene tenni, ne adósítsuk el magunkat, próbáljuk meg fönntartani magunkat. Kérdezném alelnök úrtól, hogy volt-e ön a Kiskunfélegyházi Jobbikos bálban? No, mert ugye nem hívtuk meg. Ugyanígy nem voltam én sem. Amúgy ellenzékiként egy fideszes város vezetésnél nem biztos, hogy tudunk egymással kontaktba kerülni. Új módon, hogy hiába tudják rólam, hogy én megyei képviselő is vagyok, illetve most maradok a Kiskunfélegyházán, tudhatják, hogy 4 képviselő van Kiskunfélegyházáról a megyei közgyűlésben. Ha a városvezetés nem tart velünk kontaktust, akkor nem tudunk mit tenni. Amúgy ott még, nálunk még a Fidesz is ellenzéki. Tehát elég faramúci a helyzet, mindegy. Próbálunk ennek ellenére együttműködni velük. Én most magam példájából indulok ki, és úgy gondolom, hogy mivel magamból indulok ki, más is így tesz. Én fölhívtam a figyelmet több soron, rádióműsorban, egyéb alkalmakkor, hogy még van idő, lehet, adjunk be, tegyünk be még ötleteket, amik azóta, hogy az eredetileg kiírt határidő lejárt, befutottak, és szeretnénk megvalósítani. Éppen azért, hogy hálót tudjunk adni az önkormányzatok kezébe, és ne csak az állami bimbón lógjanak, és onnan akarjanak megélhetést szívni, hanem saját maguk tudják előállítani, legyünk végre nagykorúak önkormányzati szinten is. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólást, akkor megpróbálok reagálni az elhangzottakra. Kezdem azzal, hogy annak idején, amikor a megyei önkormányzatokat átalakították, akkor a Bács-Kiskun megyei önkormányzat pénzügyileg teljesen jó állt.
Tehát a Bács megyeinek az átalakítására nem volt szükség, de nyilvánvalóan ez nem ezen múlt, hanem ez egy országos szándék és elhatározás volt. Változott a feladatköre a megyei önkormányzatnak. Én állítom, hogy sokkal nagyobb feladata lett. Más lett, teljesen más lett. A települési önkormányzatoknak a segítője, az összefogója, a vezetője lett. Tehát annak kell, hogy legyen a következő években is, amit mi előre látunk. Tehát a megyébe lévő 119 településnek, gondoljuk meg, hogy ebben vannak nagyobb városok természetesen, akik el tudják látni a feladataikat, de ugye szó esett már a délvidéken levő kis településekről is. Melyik az a hivatal, amelyik kimeri azt jelenteni, hogy ő egyedül képes lebonyolítani olyan dolgokat, amelyet 2-3 fő áll rendelkezésére, és meg tudja oldani. Ezt a megyei önkormányzat tudja fölvállalni a szakembereivel. Tehát a hatóköre, a lehetőségei, a szűkös pénzügy ellenére sokkal másabbak a megyei önkormányzatnak. A régi kapcsolatrendszerei, az összeköttetések, így tudunk segíteni a megyében levő települések önkormányzatainak. Nagy Lajos képviselő úr kérdése volt, hogy meddig elég. Hát a meddig elég? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokáig elég. Az önkormányzat nem élte föl az eddig sem a tartalékait és a vagyonát. Ha megnézzük a számokat, a támogatás, ugye az előbb említett összeg ez a 279 millióhoz képest is, a mostani költségvetésünk is 430 millióról szól. Ha megnézzük az egy évvel korábbit, ott 540-nel indította. Tehát tavaly februárban a megyei önkormányzat költségvetését, és most 700-at szavaztunk meg, fogadtunk el egy órával ezelőtt, vagy fél órával ezelőtt a 14-es beszámolóban. Tehát nagyon sok minden történik közben pénzügyileg, pályázatok, támogatások. Szóba került, Balog László képviselő említette ezt az 500 milliós tartalékkeretet. Hát ebből is minden évben kapott a megyei önkormányzat. Most a 14-esben éppen 36 millió forint jutott ebből évvégén azért, hogy javítsa a Bács-Kiskun megyei önkormányzatnak a szerepét. Pályázatokat, határon átnyúló pályázatokat valósított meg az önkormányzatunk. Vajdasági partnereinkkel közösen. Területfejlesztés egy másik lehetőség lesz a megyei önkormányzat számára a saját pályázatainak beadása útján forrásokhoz jutni. És abban, amit fölkínáltunk az eddigi fórumokon, és ezután is föl fogunk kínálni minden egyes találkozón a polgármester hölgyeknek és uraknak, az, hogy segítünk a pályázatok lebonyolításában, elkészítésében, beadásában, menedzselésében és a kivitelezésében is. Való képviselő említette ezt, hogy legyen módom részt venni egy ilyenbe. Hát lehet, hogy lesz még ilyen, bizakodjunk. Egyébként alelnökként azért találkoztam, még éppen mód volt egy ilyet megélni, de aztán majd kiderül. Saját forrás kiegészítésre ez a pályázat. Az összes települési önkormányzatnak és a megyei önkormányzatnak is rendelkezésére áll. A Megyeháza című újság kiadásával kapcsolatban természetesen, amit felvetett, köszönöm, ezért várunk, ezért nem adtuk még ki, tehát erre az évre is 3 megjelenést tervezünk, de addig nem, gyakorlatilag amíg nem lesznek meg a pályázati kiírások, mert azzal szeretnénk föltölteni. Tehát addig várunk az első szám kiadására. Mindenképpen. Jekő Attila képviselő úrnak, hogy a valós feladatokat látni és láttatni. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen jogos igény, és mindig azt mondták, hogy egyre többet látunk a következő ebből a területfejlesztési feladatokból. Ez így is van. Most megint egy jó lépést tettünk előre, úgyhogy látni azt, hogy a megyei önkormányzatnak lesz egyfajta vétójoga, mert csak közös döntés esetén lesznek a megyéből nyertes pályázatok. Tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára meg a megyei közgyűlés elnöke közösen dönt a pályázatokról, amelyiket bármelyik azt mondja, hogy nem, az nem fog nyerni. Ennyi lesz a
egy mint sarkalatos kérdés, az nem fog nyerni, akárki adta be, tehát önkormányzat, megyei önkormányzati támogatással, vagy anélkül, teljesen mindegy, ha valamelyik fél nem támogatja, akkor az nem nyert. Kis Kálmán képviselő említette a szakemberek segítségét. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, amivel hozzá tudunk járulni a megye településeinek fejlődéséhez. És visszatérve egy képviselőről a meghívót. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen természetes dolog. Én nem emlékszem arra, hogy az elmúlt időszakban valaki is nem kapott volna meghívót, amikor voltak ezek a fórumok, úgyhogy innentől kezdve mondom, hogy akkor a következő alkalomtól kezdve lesz, de ennek megerősítésére, ha mégse jut el, mert elromlik a technika, vagy bármi van, mondanám a dátumokat, meg a helyszínt is. Akit amelyik érdekel, természetesen szívesen látjuk bármelyiken. Ha nem pont a településére nem tud eljönni, mert vagy a közeli településre, mert elfoglaltsága van, eljöhet a másikra is, hiszen semmi, ugyanarról szeretnénk mi tájékoztatni a polgármester hölgyeket és urakat. 4-én, 10 órakor Kiskunmajsán, és 14 órakor Tiszakécskén. 4-én 10 óra a Kiskunmajsa, és aznap délután 2 óra Tiszakécske. Másnap 5-én 9 órakor Kiskörös. 9-én 10 órakor Kalocsa. 14 órakor Kiskunhalas. Másnap 10-én 10 óra Jánoshalma, és délután 2 óra Félegyháza. 11-én 10 órakor Bácsalmás, és délután 2-kor Baján leszünk. És várjuk a polgármester urakat, hölgyeket természetesen, és a képviselő urakat, hölgyeket természetesen. Hát örülök annak, hogy jobbikos képviselőtársamtól kellett megtudnom azt, hogy állítólag kötvénykibocsátást tervezünk, ezt az információ az nekem teljesen úgy nem tervezünk. Úgyhogy ilyen nincs. A megye marketinghez azonban úgy gondolom, hogy ez szüksége van a megyének, arra, hogy megmutassuk a megyébe levő jó dolgokat, jó termékeket, jó teljesítményeket. Tehát az életműveket, amiket a megyei kitüntetésekkel ismerünk el, nincs a megyében más ilyen szakmai kitüntetés. Ha a megye abba hagyja ezt, ez persze pénzbe kerül, akkor ez nem lesz. Egész életutakat, életpályákat díjazunk azzal, hogy elismerjük őket, embereket, csoportokat, és azt hiszem azért egy megyei kitüntetésnek súlya van. Természetesen forintos tartalma is, hogyha az önként vállalt feladatok közül említsem meg ezt. Ugyanígy a megye legjobb borának kiválasztása, borainak kiválasztása kategóriánként, és az idén először van tervbe a legjobb pálinka kiválasztása. Én úgy gondolom, hogy a megyében igencsak csinálnak jó pálinkákat, és ez is egy olyan dolog, egy olyan marketing lehetőség, amivel élnünk kell, hogy támogassuk a legjobb borokat előállítókat is, a legjobb pálinkát előállítókat is, és bocsánat, miért kellene nekem máshonnan venni terméket, mint a megyéből, hogyha viszünk ajándékot, adunk ajándékot. A külföldi kapcsolatokkal már említést tettem, Hargita megye, Fejér megyébe járunk Erdély irányába, vajdasági tartomány felé rendkívül jók a kapcsolataink. Én úgy gondolom, hogy ezeket feltétlenül tartani és fejleszteni szükséges. Természetesen ez is pénzbe kerül. Az önkormányzat 8 évvel ezelőtt bevállalta azt, hogy Erdélybe egy település lakóinak teljes szűrővizsgálatát megteszi. Azóta egy-egy falu, egy-egy ottani község lakóinak módja van az egészségügyi szűrővizsgálatra. Ezt a megyei kórház orvosai, szakorvosai végzik. Pénzbe kerül. Bevállaltuk. Úgy gondolom, hogy ez kötelező feladatunk, még akkor is, hogyha az önként vállaltak között szerepel. Az idén május 11-i héten lesz a szűrővizsgálat Csíkszentgyörgy településen.
hungarikumok támogatása, összeírása, összegyűjtése és propagálása. És van egy 15 millió forintos tagi kölcsönünk is ebben a számsorban. Az a tagi kölcsön, amivel a területfejlesztési Kft-nk fog élni és működni. Azzal, ezzel a pénzzel indítva el azon az úton, hogy hozza össze és vezesse, irányítsa a tavaly ősszel 1700 fölötti projektnek a összegyűjtését. Azóta ugye a megye polgármesterének egyharmada megújult, mert volt, aki nem vállalta, volt, akit nem választottak meg. Tehát egyharmad része új polgármester, új ötletekkel jöttek, tehát közel 2000 ötletről van szó. Ezt a 2000 ötletet nem csak így egyszerűen beönteni lehet erre a 63 millió forintos keretre, hanem megvan 13 doboz, ahova be kell tenni őket, és az nem fordulhat elő természetesen, hogy mindenki mondjuk óvodát építsen, mert az csak egy doboz. Tehát ezt úgy kell navigálnunk nekünk erősorrendbe, kívánság szerinti erősorrendbe egyszer, amit a települések szeretnének, hogy lehetőleg az is teljesüljön, amit ők szeretnek, meg az a kategória beosztás is, hogy feltöltsük a keretet, tehát hogy majd fogjon el az a 63 milliárd forint, és az meg ne forduljon elő, hogy valamelyik rovaton meg ott marad a pénz. Köszönöm szépen, én ennyit gondoltam. Kérdés, vélemény van-e még? Amennyiben nincs, akkor kérem, döntsünk a 15-ös költségvetési rendelet megalkotásáról, szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés 15 igennel és 8 nem mellett elfogadta a 2015-ös költségvetési rendeletét. Az előterjesztéshez kapcsolódik egy határozattervezet is, amely a következő 3 évre vonatkozó saját bevételek és az adóssággal kapcsolatos fizetési kötelezettségekről szól. Kérem, döntsünk erről is. Szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés 19 igen, egy nem és 3 tartózkodás mellett döntött a következő 3 évre vonatkozó saját bevételek és adóssággal kapcsolatos fizetési kötelezettségekről. Negyedik napi rendi pontunk, előterjesztés a megyei közgyűlés 15. évi, 2015. évi munkatervének megállapítására. Kérdés, észrevétel van-e? Én szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársainak, akik küldtek be javaslatot. Balogh László képviselő úrnak, Mamusics Sándor képviselő úrnak, Hornyák József képviselő úrnak és Kapus Krisztián külsős bizottsági tagunknak, akik többet is, Mamusics képviselő például 5 javaslattal élt, amelyek többségét majd tárgyalni is fogjuk. Kis Kálmán képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés, köszönöm a szót. Elnézést kérek érte, hogy a megadott határidőig nem tettem javaslatot, de azóta merültek fel olyan új körülmények, amely miatt mégis élnék egy kezdeményezéssel. Ha ez formai okok miatt most nem építhető a munkatervbe be, akkor azt kérem elnök úrtól, hogy gondolja át, hogy a javaslatom majd mikor vehető napirendre. Konkrétan az elmúlt napokban dr. Zombor Gábor államtitkár úr nagyon fontos bejelentéseket tett az egészségügy szerkezetével, a kórházi struktúra, bérrendezés és egyéb dolgok vonatkozásában, illetve jelezte, hogy március hónap végén újabb intézkedések, kormánydöntések várhatók, amelyek várhatóan érintik a megye egészségügyi intézményi struktúráját, általában a szolgáltatás minőségét. Az elmúlt napokban, hetekben számos olyan hír, álhír, mendemonda is elterjedt a kalocsai és a kiskunhalasi kórház vonatkozásában, amelyek azért mindenképpen egy szélesebb körű szakmai tájékoztatást, illetve lakossági
tájékoztatást is igényelne. Tehát én azt kezdeményezném, elnök úr, hogy az áprilisi vagy a júniusi, legkésőbb a júniusi közgyűlésre vegyünk napirendre egy tájékoztatót Bács-Kiskun megye egészségügyi ellátását érintő kormányzati intézkedésekről és intézményi átalakításokról, és kérném elnök urat, hogy amennyiben ez lehetséges, vagy a elnök urat, hogy legyen az előterjesztés gazdája. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Van-e másnak? Én úgy gondolom, hogy rövidítsük le ennek az írásos meg egyéb útját, az a legegyszerűbb technikailag, hogy én ezt most befogadom, mint módosító javaslatot júniusi közgyűlésen, akkor egyel nő a napirendi pontok száma. Jó? Nincs több hozzászóló, kérem szavazzunk a munkatervi javaslatokról. Megállapítom, hogy a közgyűlés 23 igennel elfogadta 2015 évi munkatervét, és szeretném mondani, vagy jelezni, ami benne van ebben, hogy a következő hónapban is, meg az azt követőben is lesz közgyűlés most. Ez épp a területfejlesztési program miatt szükséges. Amiről később szavazunk, annak hétfőn, napirendi pontként, annak hétfőn van a beadási határideje, és van olyan, aminek április első napjaiban, és van olyan, aminek május első napjaiban, tehát előtte muszáj, hogy közgyűlést tartsunk. Ötödik napirendi pontunk, előterjesztés a megyei önkormányzat hivatala 2015. évi belső ellenőrzési tervére. Kérdés vagy észrevétel van-e belső ellenőrzéshez? Amennyiben nincs, szavazzunk. Megállapítom, hogy a közgyűlés jelenlevők egyhangú véleményével 23 igennel elfogadta. Hatodik sorszám alatt előterjesztés a megyei önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervére. Kérdés vagy észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk róla. Megállapítom, hogy 23 igennel a közgyűlés döntött a közbeszerzési tervéről. Hetedik napirendi pont, beszámoló a Megyei Értéktárbizottság 2014. évi második félévi tevékenységről. Kérdése, észrevétele van-e valakinek? Nekem annyi lenne a kiegészítés, és kérem a képviselőtársaimat arról, hogy érjék már el azt, hogy a települések, a környezetükben levő települések vegyék ezt úgy komolyan, hogy egyrészt fontos értékeket vegyék Lajstromba, alakítsák meg a saját értéktárbizottságukat, ez alig egy tucat helyen történt meg a megyébe, és küldjék be azokat az értékeket, amelyeket fontosnak tartanák, akár helyi értékként, akár megyei értékként, akár országos értékre javasolva. Egyébként mellesleg zárójelbe ezt motiválandó még van egy 10 millió forintos pályázati összegkeret is ezen belül. Jó, akkor kérem, fogadjuk el a beszámolót. Szavazzunk. Megállapítom, 23 igen mellett elfogadtuk az Értéktárbizottság második félévi tevékenységéről szóló beszámolót. Következik az ez évi munka és pénzügyi terv jóváhagyása ezen bizottság számára. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy 23 igennel elfogadtuk a következő évi munka és pénzügyi tervét. 9. napirendi pontunk, előterjesztés a Bács-Kiskun megyei önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatára. Három ilyen megállapodásról van szó. Kérdés, észrevétel ez ügyben. Kollár László képviselő.
Köszönöm a szót. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a cigány önkormányzattal még akkor nem sikerült megállapodásra jutni. Különböző igényekkel álltak elő, hogyha elnök úr tájékoztatna, hogy esetleg azóta ebben történt változás. Igen, olyan változás történt, hogy eredetileg nem fogadta el a cigány önkormányzat, nem tárgyalta pontosabban ezt az együttműködési megállapodást, és annyit tudni kell erről, hogy ez a megállapodás elég sokrétű, és itt a közelünkben levő nemzetiségi központban biztosít a megyei önkormányzat lehetőséget, teret, időt, munkatársat, anyagi támogatást, ha úgy tetszik, ezzel együtt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működhessenek, meg legyen a háttértevékenységük ez a lehetőség, és ez kötelező jelleggel ezt ugye felül kellett vizsgálni. Most részükről fölmerült olyan igény, hogy külön zárható szekrényt szeretnének, külön szobát, irodát, vagy irodai helyiséget, és pénzügyi támogatásra is igényt tartottak volna. Ebben megállapodtunk, hogy ez így most nem működik. Természetesen szekrényhez, meg zárhatóhoz, meg további jogi segítséghez, pályázati segítséghez hozzájárulunk, ezt, hogyha ilyenről lesz szó, ezt egy külön megállapodásba rögzítjük, tehát nem ebben az együttműködésűbe. Úgyhogy megszavazták és elfogadták. Kollár képviselő. Köszönöm. Csak hogy világos legyen, akkor kaptak zárható szekrényt, kaptak külön szobát? Nem. Jó, nem, köszönöm. Csak egy zárható szekrényig jutottunk el. Jó, köszönöm szépen. Amelyhez csak nekik lesz kulcsuk, tehát, hogy még mielőtt a szekrényhez, még mielőtt esetleg azzal kapcsolatos viták előkerülnének, hogy... Úgyhogy tisztázódott a helyzet, és ennyi történt. Kérem, akkor támogassuk ennek az együttműködő megállapodás felülvizsgálatát. Szavazzunk. Megállapítom, 23 igennel elfogadtuk. Előterjesztés 10. sorszám alatt a Bács-Kiskun megyei integrált területi program, ez lesz az a rövidítés, az ITP, ami mostantól vagy nem sokára kulcsszó lesz. A területi kiválasztási kritérium rendszerének meghatározására és elfogadására. Kis Kálmán képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés, a bizottság ülésen támogattam az előterjesztést, és most is támogatni fogom. Akkor viszont nem mondtam el, amit igazából a szakmai apparátus felé dicséretként szánok. Konkrétan a projektkiválasztásnál az önkormányzat által választható kritériumok esetében, ugye itt 7 vagy az egyebekkel együtt 8 alternatíva lett volna, és magam is átnéztem ezt a listát, és mindenképpen hangsúlyoznám, és örömmel látom például a római 2/3-ast, ami a területi kiegyenlítődéshez való hozzájárulást vizsgálja, és minden a megyében meglévő egyensúlytalanság kiküszöbölésére szolgál. Ugyanakkor elgondolkodtam, hogy a római 2/4-es miért nem szerepel, ami gyakorlatilag a szociális egyenlőtlenségekre vonatkozik, de aztán logikailag én odáig jutottam, hogy az előzőbe akár ez is beleérthető, tehát a szociális igazságosság szempontjait lehet érvényesíteni a területi egyensúlytalanságok elleni küzdelemben, tehát végső soron én ezt mindenképpen támogatandónak javasolom, és külön örülök, hogy a szakmai stáb, illetve a fejlesztők nem a gazdasági növekedést hangsúlyozzák elsősorban, hanem ezt alárendelik a környezeti fenntarthatóság szempontjainak. Ez teljes mértékben egyezik az én szakmai meggyőződésemmel is, és remélem, hogy ez majd a gyakorlatban így fog érvényesülni. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást, dr. Balogh László.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egy javaslatom lenne a megyei prioritásokkal kapcsolatosan. Én azt javasolnám, hogy az ötödik helyre kerüljön be a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás, mint prioritás. Rendkívül fontosnak tartom, hogy legalább mérhető legyen, hogyha valaki bead egy pályázatot, hogy mi hogyan, milyen módon járul hozzá a megye előrehaladásához, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy a gazdasági növekedés megítélésem szerint például föltétele a foglalkoztatási helyzet javításának. Na jó, tudom én, hogy a közmunka az enélkül is végezhető, meg mondjuk a robottechnika is enélkül végezhető, de általánosságban én azt gondolom, hogy a gazdasági növekedésnek mindenképpen szerepelnie kellene a megyei prioritások között, és én ezt javaslom. Köszönöm szépen. Másnak van-e még javaslata vagy módosító javaslata? Erről ugye annyit tudni kell, hogy egy része a kínálatból választódott ki, hogy melyik lesz az, amelyet a megyei önkormányzat majd a pályázatok értékelése során melyek lesznek azok a kritériumok, elvárt szempontok, amelyek segítik a pályázatoknak a nyertességét. És egyetlen saját, az utolsót, ötödikként az integrált fejlesztési programok megvalósítását tettük oda hozzá. Annak oka pedig a szakemberekkel való megbeszélés szerint az volt, hogy ne csak egy adott helyen, és most ezen nem települést értek csupán, hanem valami kis területet, egy egyedi kezdeményezést támogassunk, hanem kapjon több pontot az a pályázat, amely kapcsolódik akár a településen belül, akár a szomszéd településen, vagy akár a megyén belül, járáson belül, megyén belül valamilyen más fejlesztéshez. Tehát, hogy van egy tovább élése, további hatása, és nem csak elszigetelten jelenik meg. Amit képviselő úr javasolt, ezen gondolkodtunk mi is, tehát a hozzájárulás a gazdasági növekedéshez. Én úgy gondolom, hogy ennek nyilván nincs akadálya, mert szóba került, meg lehetőség van a választásra is. Ami miatt végül is nem ez került ötödik helyre, az az volt, hogy az 63 milliárd forintunk ez az önkormányzatok számára áll rendelkezésre. Tehát ez letisztázódott, kitisztult, hogy ebből a vállalkozások direktben nem kaphatnak. Tehát ez a 63 milliárd forint, ez az önkormányzati fejlesztésekre fog vonatkozni. Jó részt a település fejlesztésekre. És ebben sokkal kisebb százaléka vagy hatása, vagy sokkal kisebb mértékben jelenik meg a gazdasági fejlesztés, tehát az önkormányzatok maguk, mint gazdaságfejlesztéshez való hozzájárulás, a gazdasági növekedéshez való hozzájárulás tevékenységeikre nem ez a jellemző ma még. És ezért maradt ez ki. Tehát ez a 63 milliárd forintból mi direktbe egyetlen egy vállalkozásnak sem tudunk pénzt adni, amely a gazdaságot fejleszteni, csak azon önkormányzati gazdasági fejlesztésekhez, amelyek gazdasági fejlesztések. Úgyhogy ez volt a magyarázata, hogy ugye a többsége szerintem a 63 milliárd forintnak az nem a gazdasági fejlesztésekre fog így módon jutni. Kollár László képviselő úr. Köszönöm a szót. Támogatnám annyiban Balogh képviselőtársam kezdeményezését, hogy visszatérve az előző, tehát még a költségvetésnél mondott gondolatomhoz, ez lenne pont az az alkalom, amikor lehetősége lenne arra a települési önkormányzatoknak, hogy ne halat kérjenek, hanem hálót. Tehát, hogy saját maguk föntartásához, a saját maguk gazdasági gondolkozását és annak eredményét kézzel foghatóan meg tudják valósítani. Tehát én azt mondom, hogy lehet, hogy nem lenne baj, hogyha ilyen szempont is prioritás lenne. Összehasonlításképpen inkább létesítsenek zöldség-gyümölcs feldolgozót, pálinkafőzőt vagy vágóhidat, és ahhoz passzoló termeltetési rendszert,
mint hogy mondjuk főteret újítsanak föl, vagy éppen a városházát, vagy a községházát tegyék rendbe. Mind a kettőre szükség van, de úgy gondolom, hogy a prioritásnak mindenféleképpen a gazdasági iránynak kellene lenni. Köszönöm. Ezzel az utolsó részével természetesen teljes mértékben egyetértek, meg a pénzosztásnak az alapszabályában is ez van, a gazdaság fejlesztése. Főtérfelújításra nem lesz pénz. Tehát főtérfelújítást nem fog aláírni a megyei önkormányzat elnöke. Úgyhogy ezt így üzenetképp mondom. Képviselő úrtól, Baló képviselőtől megkérdezem, mert mondom még egyszer, ezen hezitáltunk, vagy beszélgettünk annak egyen, hogy melyik helyet írjuk be javaslata szerint ezt a gazdasági növekedéshez való hozzájárulást. Én az ötödik pont helyére gondoltam ezt, az integrált fejlődő. Fáj a szívem, értem, nyilván tudom, hogy ez nagyon fontos. Egy mondatot, elnök úr, hogyha megengedsz. Tehát én arra gondoltam akkor, amikor ezt a javaslatot tettem, hogy a kecskeméti Mercedes telepítés példája, hogy az az önkormányzat lesz sikeres a gazdasági vonzásban, amelyik föl tudja vállalni ezeknek a nagy cégeknek az infrastruktúrális igényeinek a kielégítését. Tehát ez alatt értem akár a gazdasági tanácsadást, akár a pénzügyi szféra odavitelét, akár az infrastruktúrát, akár az iskolát, stb. Tehát, hogy egy infrastruktúrális hátteret tudjon adni a saját gazdaságfejlesztési elképzeléseinek. Ez ma már nagyon-nagyon fontos akkor, amikor telepíteni akar valaki gazdaságot. Jó, köszönöm szépen. Van-e még hozzászólás? Ha nincs, akkor én megkérdezem dr. Kecskés László véleményét is ez ügyben. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés, amikor azon gondolkodtunk, hogy a választható kritériumok közül melyik legyen azon a három vagy öt, akkor nagyon sok szempontot próbáltunk mérlegelni, és tulajdonképpen az jött elő, hogyha valaki benne volt ebben a tervezésben, akkor tudja, hogy volt egy olyan fázis, amikor a megyei programban volt egy gazdaságfejlesztési blokk, ezt akkor úgy hívtuk, hogy megyei szintű pályázati lehetőségek, és volt egy településfejlesztési blokk. Ez akkor elkülönült, most egy egységes megyei pályázati rendszer fog megjelenni, amelyben ugyanezek az intézkedések megvannak, tehát lesznek olyan intézkedések, amelyek korábban is megjelentek, kimondottan gazdaságfejlesztési élvonallal, és vannak olyanok, amelyek településfejlesztési jellegűek, az egészségügyi alapszolgáltatás, szociális alapszolgáltatás, óvoda, bölcsöde fejlesztési dolgok, vagy akár a település lakónépességével kapcsolatos különböző fejlesztések, és éppen ezért született az a javaslat, hogy nem minden jellegű fejlesztésre húzható rá az, hogy nem mindegyiktől várható el, hogy a gazdaságot közvetlenül szolgálja, de viszont az elvárható, hogy ne legyen szigetszerű, szeparált, mindentől független fejlődési pont, mert hogy annak igazából azt látjuk, hogy nem sok értelme van. Ezért kapta az elsőséget, hogyha lehet mondani, ez az integrált javaslat. Szakmailag mind a kettő választás helyes lehet, hiszen itt gyakorlatilag általános szempontrendszerről van szó, nem prioritásról, általános szempontrendszerről, amire azt mondjuk, hogy az értékelés során meg kell nézni, hogy a beadott pályázatok ezeket a szempontrendszereket tudják-e szolgálni, és hát, ahogy mondom, a választásnál úgy látszott, hogy ez az integrált hálózatban lévő fejlesztés, ez talán jobban ülhet több projektre, több intézkedésre, mint hogyha elvárjuk, hogy például egy egészségügyi fejlesztés is a gazdaság szolgálatába álljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Más hozzászólást nem látok. Én úgy gondolom, hogy ahogy beszéltük is már róla, mindegyik szempont jó. Tehát nincs ezek között olyan szempont, ami ne lehetne vállalható, és ne mehetne megyei szempontként a listából való választás során.
Döntse el mindenki, melyiket tartja fontosabbnak. Úgyhogy arra kérem, hogy akkor először szavazzunk Balogh László képviselő módosító javaslatáról, amely úgy szólt, hogy akkor az előterjesztésben ötödikként szereplő integrált fejlesztési program megvalósítás helyett a gazdasági növekedés szerepeljen. Kérem, szavazzunk. Megállapítom, hogy 6 igen, 1 nem, és 14 tartózkodás mellett ez nem nyert, nem került be a 5. pontra, és kérem, szavazzunk akkor az eredeti javaslatról. Szavazás indít. Megállapítom, hogy 22 igennel ez az eredeti határozattervezetet szavazta meg a közgyűlés. Ezeket fogjuk továbbítani az irányítóhatóság felé. 11. napirendi pontunk, tájékoztató a Bács-Kiskun megyei területfejlesztési Kft. Egészséges Bács-Kiskunért című pályázatának beadásáról. Bizottságok támogatták, egy 883 millió forintos pályázatról van szó, amelyet a megyei önkormányzat Kft.-je koordinálásával egy került beadásra a megyéből. El kell, hogy mondjam, hogy volt olyan megye, ahol 4 pályázatot adtak be, tudva mindenütt, hogy egy nyertes pályázat lehetséges. Ezt Bács megyében megoldottuk úgy, hogy összefogta a Kft. A jelentkezőket, a pályázatra jelentkezőket. Kollár László képviselőre a szó. Köszönöm a szót. Úgy tudom, hogy tartozik ez az előterjesztéshez egy háttéranyag, amit nem kaptunk meg, hogy lehetne ezt pótolni, mielőtt döntünk róla, hogy látnánk azt, hogy milyen projekteket, hol, milyen célokat, mely településeken és mikor szeretnének megvalósítani ebből, mert ez egy jelentősen nagy összeg, ez a 883 millió forint. Mielőtt erről döntünk, úgy gondolom, hogy nem lenne baj, hogyha erről tudomásunk lenne. Köszönöm. Dr. Balogh László. Köszönöm a szót, elnök úr. Én örülök ennek a pályázatnak, mert ez egy nagyon komoly pályázat, 883 millió forint, mint ahogy elnök úr is mondta. Egy olyan pályázat, amihez nem kell önerő, egy olyan pályázat, amiben egy biztos, hogy nyer, és olyan pályázat, ami gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt, 9 hónap alatt megvalósítható. Ami miatt nem örülök mégse ennek az anyagnak, annak az oka az, hogy ha ez az egészséges Bács-Kiskun megyéről szól, akkor miért 3 település nevesítődik benne, és hol van a megye többi része? A másik dolog, hogy hol van ebből a pályázatból a szakma? Mi nincs benne a megyei kórház, a halasi kórház, vagy a bajai kórház, Kalocsáról és Félegyházáról már nem is beszélve. Nem láttuk, itt csatlakozom az előttem szóló képviselőtársamhoz, hogy nem láttuk ennek a pénzfelosztásnak a tervét, és nem teljesen érthető számomra az, elnök úr, hogy gyakorlatilag ebből a pénzből, ha jól értem, ugye hétfő fizetése megoldott lesz a területfejlesztési Kft.-nél. Na de mi van a 9 hónap után? Mi lesz ezekkel az emberekkel? Tehát a további finanszírozás lehetősége mi? És őszintén szóval én is arra gondoltam, hogy ha erre még van lehetőség, és nem csak fölöslegesen túráztatjuk itt magunkat, akkor érdemes lenne az egész pályázatot végiglátni, és tudni azt, hogy azok, akik szakmailag ebben a megyében a leginkább értenek az egészségügyhöz, támogatják ezt a pályázatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Annyit előzetesben, hogy ez a pályázat
úgy indult, hogy erre lehetett jelentkezni, természetesen nyilván egészségügyi hátterű csoportoknak, alapítványoknak, kórházaknak, és amit képviselő említett, hogy néhány helyről vannak, ez valóban így van, ők jelentkeztek első körben, és limitált rend volt az ügyben, hogy hány szervezet vonható be ebbe. Amikor ezt a megyei önkormányzat a KFT segítségével ezt elkezdte gondozni, akkor utána derült még ki, hogy lennének mások is, illetve utána később azok is visszatáncoltak már, tehát az a hét ember, az a hét csoportosulás, ez így állt össze. Nem három településen, nem három járásban fog ez a programjaival végrehajtódni, hanem a kiírás szerint is csak akkor lehetett pályázni, ha minimum 7 járás területén zajlanak majd a programok. Ezek a programok végül is nem csak 7 járás területén, hanem a megye egész területén lesznek megvalósítva. Ennek a részleteire felkérném dr. Farkas László ügyvezető urat, hogy tájékoztassa a közgyűlést. Jó napot kívánok, Farkas László vagyok, és üdvözlöm a közösségi tagokat. Megpróbálom pár szóban összefoglalni a pályázatnak a lényegét, bár elnök úr már nagyon sok mindent elmondta ezzel kapcsolatban. Tehát az első kérdés az volt, hogy miért inkább a dél rész hangsúlyos a részletek között. Igazándiból, hogy elnök úr is említette, a pályázat kiírása olyan volt, hogy aki azt alaposan megnézte, az láthatta azt, hogy ebben mindenképpen jó eséllyel a megyei Tervezési Kft. Részt fog venni, és jó eséllyel, mint kontrolszemi vezető partner. Többen megkerestek bennünket, és akik bennünket megkerestek, ők bele is kerültek mindannyira a pályázatban. Már valóban úgy tűnik, hogy a déli székhelyű szeretek túlsúlyban vannak, de ahogy elnök is említette, a pályázat kínálásából fakadóan volt egy minimális járási számot el kellett érnünk, és ezt meg is haladtuk, tehát az összes járás a megyében belekerült ebbe a projektbe. A felhőzött ezzel kapcsolatban az, hogy miért nincs benne például a kórház, a Bács megyei kórház. Úgy vele is feltük a kapcsolatot, de végül is az a döntés született, hogy a szakmát ugye a János Halmáról érkező szakmai tudás fogja képezni, de az ő tevékenység az egész mélyre ki fog terjedni. Az, hogy ők ebben a pályázatban kontrolcímű partnerként részt vesznek, ez nem jelenti azt, hogy más egészségügyi szeretek nem fognak a pályázat végrehajtásban részt venni, sőt a pályázat kiírás olyan volt, hogy kötelezés vagyunk arra, hogy bizonyos szeretekkel, például az EFIK-kel együttműködési megállapodásokat kössünk. És azt hiszem még hangsúlyozni egyébként, hogy a pályázat valóban hatalmas összegű, tehát 880 millió forint az összege. Ez úgy oszlik meg nagyjából, hogy összességében az indikátorok úgy szóltak, hogy kb. 13 ezer embert kell elérni mindenféleképpen megyében ezzel a programmal, és úgy osztottuk el a pénzeket is a partnerek között, hogy az ő részükre jutó támogatási összeg arányban álljon azzal az indikátor számmal, tehát azokkal a személyekkel, akit ők el fognak érni. Tehát a partnerek között nagyjából ilyen az 50 millió forinttól a 200 millió forintig terjedő összegek lesznek szétosztásra. Hangsúlyoznám még azt is, hogy több olyan szeret is van ebben a projektben, akik az egész megye területére vonatkozó tevékenységet végeznek, ilyen például a Máltai Szeretett Szolgálat. És azért nincs most per pillanat, ugye valóban készült egy meglehetősen hosszú egyébként tanulmány azzal kapcsolatban, ez a projekt pontosan mit szeretne elérni, és ezt milyen feltételekkel, mert még per pillanat ugye az elbírálás ennek folyik. Tehát amíg ennek nincs meg az eredménye, addig ezt nem hoztuk be önök elé. Amint ez megtörténik, egyébként maga az eltelezésre tájékoztató erre utal is, hogy amint ez megtörténik, akkor nyilván ezzel az anyaggal együtt ezt újra vissza fogjuk hozni a közgyűlés elé ezt a pályázatot. Igazándiból a fő cél az volt, hogy a közgyűlés lássa, hogy a költségvetésben az a 15 milliós tagi kölcsön mire lesz majd az idés év során betervezve, amit a Kft. Kapni fog. Tudom, hogy megadom a szót dr. Zöld Lászlónél.
Köszönöm a lehetőséget. Annyit szerettem volna még talán hozzátenni, hogy Baja vonatkozásában a családsegítő és a gyermekjogi szolgálat nem csak Baja területén, hanem Baján kívül is be fog kapcsolódni ebbe a programba. Most kezdik kiértesíteni a Máltai Szeretetszolgálat interjú alanyait arról, hogy hányan kerültek be ebbe a programba. Köszönöm szépen! Köszönöm én is. Kollár László képviselő úr. Köszönöm a szót. Egyrészt örülök, hogy majd ezt újból fogjuk tárgyalni, és annak is nagyon örülünk, hogy Bács-Kiskun megye belekerült abba a 7 megyébe, ahol az egészségügyre ilyen jellegű programot valósítunk meg, és ehhez megfelelő háttérként ott van a megfelelő összeg rendelve. Másrészt viszont, mint ellenzékiből, belőlem egyből fölmerült az, amikor megláttam a közreműködők körét, hogy Bányai Gábor személyhez köthető az összes szervezet. És éltünk a gyanúperrel egyből, hogy gyakorlatilag esetleg az ő választókörzetén belül valósul meg ennek a pénznek az elköltése. Úgyhogy a szándék miatt biztos, hogy mindenféleképpen támogatjuk magát a projektet, viszont mindig az ördög a részletekben rejlik, így a következő megtárgyalásnál mindenféleképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy a pályázati anyagot megismerhessük részleteiben. Köszönöm. Nagy Lajos képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt közgyűlés! A bizottsági ülésen megismerve ezt az előterjesztést, rögtön fölmerült bennem, mint képviselő társamban is, hogy de érdekes a csoportosulás a megvalósítók körében. Kértem, hogy kaphassak részletes tájékoztatást erről a projektről, és mindenek előtt, mielőtt még ezt elmondanám, hozzáteszem, hogy ebben mi most érdemben jelentőset nem tudunk változtatni, mert ami történt, a program, a pályázatot már beadták. Mi most arra várunk, hogy megszülessen a döntés, és elkezdjék a megvalósítást. Amit mindenféleképpen problémásnak látok, főleg azért, mert nem tekinthettem bele az apró részleteibe, ahol az ördög lakik, hogy ugye 8,5 hónap alatt 883 millió forintot kell elkölteni a megyében, ami egyfelől csoda. Ennyi pénzt nagyon nehéz idehozni egészségügyi céllal. A másik, hogy 883 millió forintot elkölteni 8,5 hónap alatt 3, 4, 5 előre kijelölt vállalkozásnak, mondván, hogy ez a megye egészét, mert hiszen Kecskemét kivételével minden járást érint valamilyen módon, mindenféleképpen érdekes. Lehet, hogy érintettek leszünk benne mindannyian, mert a járásunk területén lesz ebből a programból valamilyen megvalósított tevékenység, csak ugye a részlet, kik valósítják meg, kik lesznek azok a szervezetek, akik valójában a sportrendezvényt biztosítják, akik a szűréseket, akik a nyomkövetést, akik az adatfeldolgozást, akik a kiadványok elkészítését, s hadd ne soroljam. Vélhetően meghívásos pályázatok lesznek, vélhetően ilyenkor az ellenzékben fölmerül a gyanú, hogy vajon kik kapják ezeket a meghívásokat a teljesítéshez. Itt látszik az, hogy ez mind a megye déli részéhez kötődik, és majd csak a legvégén fogjuk látni, ha fogjuk látni, hogy ebből a megye többi része is részesült. Mindenféleképpen azt szeretném kérni, hogy a következő nap, következő havi programunkban szerepel, hogy beszéljünk erről, hogy a megyei közgyűlés tagjai kapjanak nagyobb betekintési lehetőséget a program megvalósításába, és menetében kapják meg mindig azt a szükséges információt, amihez szükséges. Én azt gondolom, hogy egy megye életében, még akkor is, ha ez az ország legnagyobb megyéje, 880 millió forintot elkölteni egészségügyel kapcsolatos kiadásokra nem elveszett pénz. De akkor elveszett pénz ennek a megyének, csak ebben az évben 119 belgyógyászati ágya elveszett. Ha ebben a megyében, a megyei kórházban a modernizálás és javítás után még mindig 6-12 órát kell várni a sürgősségi ellátásra. Ebből mennyi fogott megjelenni?
Ezen mennyit fog ez változtatni? És azt szeretném megkérdezni, hogy hol vannak azok az egészségügyi szakmai szervezetek, a társadalmi szervezetek mellett, akik eznek a megvalósítását szakmailag indokoltá és célszerűvé teszik. Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt közgyűlés. Érdekes végig gondolni ezt a mai napot. Napirend előtt Mamuzsics Sándor képviselőtársam kért szót. Amit ő ott elmondott, annak a 90%-ával én is egyetértettem. Lehet, hogy azért van, mert jobban ismerjük ezt a térséget, mint akik nem erre laknak. Ugye elhangzott, hogy ez egy leszakadt térség, rengeteg minden szempontból halmozottan hátrányos helyzetű ember. Az, hogy ebben a megyében van egy olyan kórház, mint a megyei Kecskeméti kórház, amire talán mindannyian büszkék lehetünk, és ha bajba vagyunk, mindannyiunknak nyújt segítséget, azért az egészségügyi ellátás szempontjából is kicsit billen ez a megye. Tehát az, hogy itt most hozzájutunk ehhez az összeghez, most persze, ha mi lennénk a kormányülés, akkor lehetne azon vitatkozni, hogy a felét tegyük inkább az orvosok pénzéhez, vagy ezt a pályázatot így írták ki. Tehát ez egy másik fórum döntött erről. Na most az, hogy a megye déli részeit hangsúlyosabban kerül ebben a pályázatban, talán előnyben is, én úgy gondolom, hogy ezt nyugodt lelkiismerettel fölvállalhatja egy a megye északi részén élő képviselő is, bármelyik párthoz is tartozzon. Szerintem itt, ezen a leszakadt, hátrányos helyzetű kistérségben sokkal nagyobb szükség van arra, hogy az egészségügy területén valamit lépjünk előre. Én nem ismerem pontosan a pályázat feltételeit, de én úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ez egy ilyen többszereplős dolog, tehát ha bármelyik részéről a megyének igény van arra, hogy ebbe embereket vonjanak be, ott előadást tartsanak, tájékoztassanak. Én úgy gondolom, hogy nincs annak akadálya, azt jelezni kell, de kétségkívül ezt kár is volna tagadni. Ennek a pályázatnak a hangsúlya a megye déli részén van, és szerintem ezt nem kell szégyelnünk, ezt büszkén vállalhatjuk, vagy nyugodt lelkiismerettel vállalhatjuk mindannyian. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szűcs Imre képviselője a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Most akkor szeretném bizonyítani, hogy én elsődlegesen Bács-Kiskun megyei vagyok, és csak másodlagosan jobbikos. A frakció nevében mi ezt a pályázatot elfogadjuk, meg fogjuk szavazni. Mert megbízunk abban, hogy ezek a pénzek olyan célokat képviselnek, amik a megye lakosságának az érdekeiért vannak. Viszont azt szeretném elnök úrtól, illetve főjegyző úrtól kérni, hogy az egész részletes anyagot, amit képviselőtársaim hiányoltak, amilyen gyorsan csak lehet, szeretnénk megkapni, és kérem, ne várják meg vala a következő az áprilisra tervezett közgyűlést, hogy ezt mielőbb tudjuk áttanulmányozni, addig pedig a frakció részéről egy megelőlegezett bizalmat nyújtunk erre. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást. Ugye itt arról volt szó, hogy ennek határidős a beadása, tehát mondjuk arról lehetett döntenünk, hogy beadjuk vagy nem adjuk be. Nyilván beadtuk, ez most egy tájékoztató arról, hogy ez a pályázat beadásra került, és ugye arról lehetett, vagy abból lehetett választani, hogy ez hány forintról szóljon összességében, és abból mennyi legyen a megyei önkormányzat része. Nyilván nem a megyei önkormányzat, nem is a hivatala, nem is a KFT-je fog szűrővizsgálatot tartani, hanem ezt a megfelelő szakemberek. Nem mi fogunk se Tiszakécskére, se Bajára menni ez ügybe, hanem a megfelelő szakemberek. Azokat a részleteket, amelyet képviselő úrék kérdeztek, hogy hogyan és majd kik és milyen szerep, milyen események, milyen történések lesznek és a megye mely részén, természetesen ezt minden képviselő meg tudja kapni, tehát meg fogja kapni, úgyhogy ezzel semmi gond nincs. Azzal azonban az a kérdés, hogy amit itt Nagy Lajos képviselő mondott, hogy hát a kórházak kapnak-e meg a kórházi ágyak meg egyebek,
Hát azt mondanám képviselő úrnak, hogy ez eldőlt, mégpedig valamikor az előző pénzügyi európai ciklus tervezése során, hogy ez a pénz, ez a támob kategóriára került. Tehát ebből nem lehet kórházi ágyat, hanem annak idején az akkori kormány ezt úgy navigálta le az EU-s pénzek kiosztását, hogy annak döntő többsége itt a támopon belül landolt, és kevesebb ment a gazdaságra. Úgyhogy ez a megmaradt, a támop kategórián belüli megmaradt pénzösszegről van szó, amelyet még az uniós ciklus utolsó évének utáni évében most felhasználásra közzétettek, meghirdettek. Tehát sajnos, nem tudom, én úgy gondolom, hogy egyébként visszanézve elég sajnos az, hogy a támogatók belül milliárdok mentek el olyan célokra annak idején, amelyek helyett olyan célokat is szolgálhattak volna, amelyek előrészik a gazdaságot, meg az életkörülmények fejlesztését. Úgyhogy ezt nem lehet másra eltölteni, mint a támogatók kategórián belül megenged. És ezért, most tovább lépve, ezért fontos az, amiről beszéltem, hogy milyen feladata van a szakembereinknek abban, hogy a most készülő ciklusban a települési önkormányzatoknak a fejlesztési célkütőzéseit azt úgy osszuk be a 63 milliárd forinttal összhangban, hogy olyan kategóriákba kerüljenek, amelyek hasznosak lesznek. Úgyhogy ez a jövőre vonatkozóan. Megadom a szót Zöld Lászlónénak. Köszönöm szépen. Én bizottsági ülésen elmondtam, hogy a Bajai Kórház is benne van a pályázatban. Szakemberek fogják a feladatot végezni, gyógytornászok, egészségügyi dolgozók, tehát lehet, hogy elkerülte képviselőtársaim figyelmét. Ez a mondat, amit én ott elmondtam, de most akkor itt megismételném. Tehát a Bajai Kórház több résztvevővel benne van. És nem csak Baja vonatkozásában, hanem a vidéki településekre is ki fognak menni. Köszönöm szépen. Köszönöm a kiegészítést. És akkor képviselő, Baló képviselőnek volt még egy megjegyzése a hétfővel kapcsolatban, hogy hogyan tovább, mi lesz velük tovább. Én úgy gondolom, hogy a KFT-nk majd, amikor elkezdi gondozni a beadott pályázatokat, meg ezek a segítése, a települési önkormányzatok segítése kapcsán a pályázatok menedzselése, így fognak ők ott tovább foglalkoztatásra kerülni, hogy befejezzem a mondatot. Tehát a pénz, ez a pályázati pénz, amíg a pályázati kifutás van, azt addig lehet megtenni, de a pénzügyi szakembert és a továbbiakat, tehát nyilván aki nem szakmai stáb lesz ott, azokat tovább tudjuk foglalkoztatni a területfejlesztési pénzkezeléséből. További hozzászólást nem látok, kérem szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról. Megállapítom, hogy 20 igen és 2 tartózkodás mellett a megyei önkormányzat tudomásul vette a pályázat beadásáról szóló tájékoztatót. 12. napirendi pontunk, előterjesztés a Veránka-szigeti ingatlanok és ingóságok vagyonkezelői jogának átvételéről. Kérdés, észrevétel, hozzászólás ezügyben van-e? Ugye ez az előterjesztés most arról szól, hogy amely a mi tulajdonunk volt, ezt a vagyonkezelő, az MNV ZRT vagyonkezelés jogát ennek az ingatlannak most felkínálta nekünk. Természetesen tisztázzuk, és tisztázni szükséges, hogy milyen pénzügyi konstrukciókban ennek van egy pályázati további élése, további fenntartása, úgyhogy én hétfőn délután ezért megyek Budapestre az MNV ZRT-vel való további egyeztetések véget, és az előterjesztés arról szól, hogy a közgyűlés felhatalmaz engem, hogy fogadjuk el ezt a kínálatot, legalábbis olyan szintig, hogy tárgyaljunk róla, és ne mondjuk most azt, hogy nem tartunk rá igényt. Jó. Nem látok kérdést, véleményt, akkor kérem szavazzunk erről. Megállapítom, 22 igennel a közgyűlés elfogadta ezt az előterjesztést. 13. napirendi pont,
előterjesztés a Horse Trails című projekt sikeres megvalósítása érdekében a Tegyünk Izsákért Egyesülettel kötött kölcsönszerződés módosítására. Kérdés, megjegyzés, észrevétel ez ügyben. Azt hiszem mindenki számára tiszta az ügy. Egy határ túloldalán egy vajdasági résztvevő partnerrel kapcsolatos elszámolásnak az időrendi csúszása miatt van szükség. Ez volt az egyik olyan projekt, amit megvalósítottunk közösen a vajdasággal. Kérem, akkor támogassuk ezt a módosítást. Reményeink szerint hamarosan befizetik. Szavazzunk. Köszönöm, megállapítom, hogy a közgyűlés 22 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést. És következik majd a 14. sorszámi napirendi pontunk, amely azért kerül a mai ülésen tárgyalásra, mert ide ugye megkértük a lehetőséget, hogy ki mit javasol napirendre való felvétellel, és Hornyák József képviselő úr azt ő javasolta be, hogy tartsunk valamikor egy tájékoztatót a megyét érintő migrációról. Én úgy gondolom, hogy amikor lejöttünk, ha úgy tetszik, ide érkeztünk Bajára, ide a határ szélére, akkor ez itt egy nagyon jó alkalom, tehát most kérjük a tájékoztatót, ne egy hónappal, két hónappal, vagy fél évvel később, hogy hogyan is áll ez a migráció. Főkapitány úrért ment már ki az alelnök úr, tehát szerintem itt van a lépcsőházban. Hát nem látom itt őket, úgyhogy 5 perc szünet.